Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakál Metal autóalkatrész. Aki követi az Ámon Oliver csatornát vagy a Check Engine-t, az már találkozhatott Síva Istvánnal. Legutóbb például ugye ő játszotta a Toyota recepciósát, amikor Oliver megvette a gr de nálunk a podcastben meg azt el, hogy milyen volt az, amikor megépített egy 860 lóerős V12-es biturbó Bálna hogyan koordinálta ennek az autónak az összerakását. Na most ő az elmúlt 50 évben rengeteg-rengeteg sztorit halmozott fel, autózásról, motorozásról, taxizásról, vendéglátózásról, amiről mindenképp érdemes beszélni, úgyhogy most behívtam egy kötetlen podcast beszélgetésbe, hogy mesélje el, hogyan lett ő az, aki. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, like és már kezdünk is. Ami engem igazán érdekel, hogy mi az első élményed az autózással? 1962-ben születtél egy átlagos Budapesti családban. Az első élményem, hogy hat éves koromban, hat körül voltam, amikor az édesapám úgy döntött, hogy vesz egy autót. Hát ez ugye a 60-as évek vége, és vettünk egy, meg nem mondom milyen szimkát, de tisztán emlékszem az autóra, ami olyan állapotban volt, hogy talán három napig is megvolt nekünk, aztán visszavittük az eladónak, és... Akkor ez nem egy ilyen merkur Nem, 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 és utána a következő élményem, hogy az édesapám továbbra sem tett le a, arról, hogy a 60-as években gépjármű tulajdonos legyen, és vette egy Renault 4 CV-t, ami a Hugo névre hallgatott, mivel ez sokáig megvolt, ezért ugye természetesen kapott nevet, Hugo névre hallgatott, és hát az általános iskolában azon elitbe elitben tartoztam, akinek a családjában volt autó, ami akkor ez egy nagyon nagy, nagyon nagy szó volt. Még itt a Pesti környezetben? Igen, is? ez itt volt, még itt volt teljesen Budapesten, és emlékszem rá, hogy ahogy rendesen, általában az autó tulajdonosok azok a hétvégeket, meg a hétköznap délután szabadidejüket az édesapám is az autó alatt vagy fekve töltötte, vagy ráborulva a motorházra, vagy nem tudom, mert azért hát voltak történetek a kocsival, elsősorban a hűtésével, ha jól emlékszem, de többször fölkerült a motor a második emeleten lévő lakás, ez a Hegedűs Gyula utca és a Csenári utca sarkán volt, és megboldogult Márkus művész úr lakása, vagy erkéje, vagy ablaka alatt szerelt rendesen édesapám a művész úr legnagyobb örömére. És ennek a kocsinak a motorja többször is fölkerült, aztán a, a, a lakásba, és a konyhaasztalon apám szétszette, összerakta, megjavította, mit tudom én. Úgyhogy nagyjából ilyen hat éves koromban ö, csapott meg a, az üzemanyag szele. De te most, ha így visszanézel, hogyan tudnád definiálni magadat, a te életpályádat? Mert, mert szerintem az életművészben azért van egy kis pejoratív, de csináltál sok mindent, de végső soron valahogy mégis mindig úgy tűnt, hogy annak élsz, amit szeretsz csinálni, amit szerettél csinálni. Hát igen, én, én viszonylag szerencsésnek tartom magam, mert azt gondolom, hogy ha valaki leéli az életét, és olyan munkái, vagy olyan munkahelyei vannak, amit utál, vagy olyan dologgal foglalkozik, amit kényszerből csinál, hogy a megélhetése biztosítva legyen, most nem feltétlenül a közbeszerzések írására gondolok, de tehát, hogy, hogyha valaki olyat csinál, amit nem szeret, akkor az Hát ez egy valószínűleg függetlenül attól, hogy, hogy az mennyit tud keresni, vagy mit tudom én, de valahol boldogtalan. Én, én, én azzal, hogy, hogy, így mindig így a, az autók, motorok körül sertepert éltem, mert hogy szeretem ezeket a tárgyakat, én, 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 én szerencsésnek gondolom magam. Abszolút szerencsésnek gondolom magam, mert mindig, mindig szívesen csináltam, meg most is szívesen csinálom. Ez egy otthonról hozott mentalitás? Szúl hát őkról? nyilván azért vagy az... Az inkább, vagy az inkább így az évek alatt találtad meg magad ebben? Hát, nem, én azt gondolom, hogy, hogy nyilván otthonról is, mert hogy tehát azért akkor, amikor még az autó az Magyarországon, az, vagy az autó birtoklása, az egy viszonylag kuriózum volt, és, és gyakorlatilag bárhová mentél, lendületből meg tudtál állni mindig, mindig, ugyan, mindig, azon a helyen, ahova, ahova, el akartál jutni, mert annyira nem volt még autó, és ez, ez, egy fiú gyermeket így hat éves korától így ebben benne van, az nyilván fertőző amúgy, és mivel az édesapám egy eléggé belevaló ember volt, 14. születésnapomra kaptam tőle egy verhovinát, és... A verhovina az a motor, amivel, ahol, amivel nem indulsz messzebbre annál, mint ahonnan nem fáj hazatolni? Igen, az körülbelül az, és tehát a, ahogy betöltöttem a, a, 14. évemet, életévemet, másnap már megvolt a segédmotorkerékpár vezetői engedély, az egy ilyen kis papír alapú valami volt annak idején. Kázi egy kresszvizsgó kellett volt. azt hiszem igen, csak is kizárólag kresszvizsga, és, és ahogy ez a papír megvolt, már mentünk is, ott a környékünkön volt egy azóta már beépített üres telek, és apám ott tanítgatott motorozni, ami hát kisebb akadályokba ütközött, mert gyakorlatilag a vadonatúj motorbiciklit azt az első napon nem sikerült egyáltalán életre kelteni, mint kiderült, rossz volt benne a gyertya és egy gyertya után elindul, de ezt a jó tulajdonságát, amit te is mondtál, hogy az a szerkezet, amivel csak annyira mész távol, hogy ne fájjon hazatolni, tehát ez megmaradt, viszont lehetett kerékpárként is használni, úgy rohadt nehéz volt tekerni, de nem feltétlenül kellett tolni, tehát haza is kerékpározhattál vele. Szóval, hogy, hogy, hogy engem már így, így nagyon korán ez a benzingőz, ez megfertőzött, és ez megmaradt azóta is. Ha jól sejtem, így nagyon rendpártisággal már akkor sem lehetett vádolni. De hogy um, hogy milyen, milyen volt a viszony a családoddal, tehát hogy hogy működött ez akkoriban? Hát nekem, nekem rettenetesen jó volt a viszonyom a szüleimmel, édesanyámmal a mai napig is, az édesapámmal pedig, amíg élt, roppant jó viszonyt ápoltam, és igazándiból időről időre bizonyos helyzetekben nagyon hiányzik, hogy őt gondolnám annak az embernek, akitől talácsot kérnék bizonyos dolgokban, de hát erre már nincsen lehetőségem, úgyhogy hát a rendpártiság pedig, hát nem tudom, mire gondolsz. Rossz gyerek voltál? -e? Tessék? Volt -e? Az édes Van a családban egy szlogen, amit édesanyám szokott mondani, hogy Istjuka, az én vagyok, jó gyerek volt. Most ez olyan, mint a katonaság, hogy a, ha már leszereltél, és elég idő eltelt, akkor az megszépíti az emlékeket, tehát ez édesanyámnál is így van szerintem, mert talán az általános iskola első-második, hát talán az első osztályában még lehet mondani, hogy nem voltak különösebb problémák, de már a második osztályban kezdődtek, mert például volt az udvaron egy poroló, és a porolónak az alsó csöve alatt átmásztam, ami intővel járt, tehát bár feszegettem a, a határokat, úgyhogy hát az iskolai évek, na mondjuk azt, hogy... Ha lehet, akkor nem igazán említettem meg, hogy szülői értekezlet lesz, és ez mindig csak utólag jutott eszembe. És roppant bántam, hogy nincs testvérem, mert hogy megoszlan a, a, a figyelem akkor a két gyerek között, és ne, ez nem csak rám fókuszálna. És ez egészen odáig jutott, hogy aztán a, az ellenőrző könyvemet, azt gyakorlatilag stréber osztálytársak hordták aláíratni az édesanyám munkahelyére, ami a Jászai Mari téren volt egy fodrászüzlet, és, és oda stréberék rendszeresen bejártak, és akkor így a, így a szüleim többé-kevésbé megtudták a dolgokat, úgyhogy... De hát nem gondolom egyébként, a, most így a, az iskolai stikliket leszámítva, nem gondolom magam problémás gyereknek, mert megbízható voltam, segítettem, ha megbeszéltük, mindig időre hazaértem, és a többi, és a többi, de hát az iskolával voltak gondok. És tudtam, hogy neked a felnőésedben, a, a, a fiatalkorodban egy nagyon fontos pont volt a her. Igen. Mi, mit, mit jelent neked erre, ez ugye Milos Forman 79-es, Hát, musical, musicalje. Yeah. Mm, hát, ez. Tehát a her nekem az valahol a, valahol a lázadást jelentette, meg valahol a, azt a fajta amerikai. Amerika imádatot, meg életérzést, ami ma már, mára már teljesen elmúlt, mert Amerika korán sem az, mint mondjuk a... Én, én amikor először eljutottam Amerikába, az a 80-as évek vége felé volt, és akkor az egy teljesen más világ volt, számomra sokkal jobb világ, mint amilyen most, de a, de a film ezt a fajta örök szembeállást a hatalommal, a, Hát ilyen közhelyeket tudnék mondani, hogy a szabadságérzés, és a többi, és a többi. Nekem ez úgy jött ez a, ez a HER történet, meg az, hogy jók az informátorait, hogy nagyon sokat láttam, tehát mit tudom én, 30-40 alkalommal biztosan megnéztem. Ez úgy jött ez a dolog, hogy én már az általános iskolába is utáltam orosz tanulni. Nem is, nem is tudtak megtanítani rá, a betűket Nagyon sokan, sem. Nagyon sokan voltak ezzel akkoriban így, és nagyon sok emberrel beszéltem, aki ezt úgy megbánta, hogy nem tanult meg oroszul, mint a húzat. Hát figyelj, én, én azóta már üzleteltem a, a, az oroszokkal, és nem Mondjuk éreztem nem. hiányát annak, hogy hogy nem beszélek oroszul. Kicsit meg is változott a véleményem róluk, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy én több mint tízezer napot érte, éltem orosz megszállás alatt, és nyilván Sokkal kedvesebbek számomra így, hogy hazamentek, mintha még mindig itt lennének. Tehát én nem éreztem hiányát ennek, hogy én nem, nem tudtam megtanulni oroszul. Sőt, többször is jártam Moszkvába, mert a legkedvesebb nagybátyám a nyolc évig a Magyar királyi, tehát az MTV Magyar királyi televíziónak volt Moszkvában a tudósítója ami akkor nem okozott semmiféle feszültséget, mivel nem volt más televízió, tehát nem róttam ezt a szemére, hogy ezen a munkáján dolgozik, ez ma már nyilván másképp lenne, de akkor csak ez az egyfajta tévé volt, és többször is voltam ki Moszkvában, és ráadásul olyan körülmények között, ami az átlagember számára elérhetetlen volt, mert én egyénileg utaztam, és a nagybátyám elintézte, hogy mehettem autóval ami egy nagyon érdekes történet, tehát nem volt egyszerű, meg egy de nagyon... érdekes. elautóztál Budapestről Moszkvára? Aha, többször ez, is, ez, ez igen. Az ez egy egészséges 2000. Hát ez, ez háztól házig, ők a... Obrucseva utcában, sose fogom elfelejteni, az Obrucseva utcában laktak Moszkvában. Ez a Kalcó a moszkvai körgyűrű környékén van. Ott egyébként megépült a körgyűrű, ami Budapesten szerintem sose fog. Tehát, Senki nem vádolhatja a Pilist, hogy oda nőtt. Igen, hát ez igaz, igen. Viszont rohadt sok pénzért, furhadnának bele fölöslegesen a fölöslegesen na mindegy. Okay. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy ez háztól házig, a Hegyesgyüle utcától erre a címre, ahol ők laktak, ez egészen pontosan 2012 kilométer volt, hogyha úgy mentél, hogy hogy Lengyelország, Lengyelországon keresztül, és akkor, amikor beléptél a Szovjetunióba, akkor az Brest, Sminsk, Smolensk, Moszkva útvonalon közlekedtél, ami egy elég kalandos, kalandos út volt annak idején a 80-as években, és hát így, hogy kijutottam Moszkvába, így abszolút beigazolódni látszott az, hogy a hogy az orosz, az orosz tudás az többé-kevésbé, ahogy ezt tanítják Magyarországon, az fölösleges lett volna elsajátítani, mert a vöröstérről, meg a Lenin mausoleumról ennek ellenére tudtam volna a mondatokat mondani, amit nem tudok, hogy mit jelent, de ez úgy begrögzült az emberben, viszont egy pohár vizet nem tudtam kérni, és, és a nagynéném egyszer elküldött, hogy vegyek virslit, meg gyufát és ezt a két szót ezt megtanultam tőle hogy ez, 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 ez mit jelent és ezt abszolváltam is ezt a feladatot. De nem éreztem azt hogy az orosz tudás az, az hiányozna számomra és ezt a mai napig nem érzem. Na mindegy és hát már az általános iskolában sem sem sajátítottam el tehát mondom a betűket sem ismerem de valószínűleg abban az időben kellemetlen lett volna valakit megbuktatni oroszból, és ezért ez nem is következett be. Nem tudom, hogy hogy, de nem. Igen? Én majd később szeretnék beszélni. Azért ezek szerintem nagy kiváltságok a 80-as évek Magyarországen. Kijutni Moszkvába, pláne egyedül 80-as évek végén kimenni Amerikában. Benned ez a ez a fajta nyitottság amúgy megvolt, hogy utaz? Én nagyon szerettem, meg a mai napig is, csak ma már ö, nem szeretek repülni. Azért nem szeretek repülni, mert elvesztegetett időnek érzem valahogy, hogy tudod, a repülés, az felszállsz a, a budapesti reptéren, és leszállsz azon a reptéren, ahol mész, és közben nem lát semmit. Ráadásul kényelmetlen is, nekem legalábbis, mert egyre keskenyebbek a székek, és egyre kisebb a láptér. Volt egy időszak az életemben, amikor Irgalmatlanul sokat repültem, mert a családom a világ másik végén lakott, és gyakorlatilag két hetente átrepültem hozzájuk, illetve hát már nem létezik az a magyar légitárság, de volt annak idején ugye a Malév nevezetű légitárság, és oda volt egy Nexusom, aki elintézte, hogy volt egy staffkártyám, ma malév dolgozó lennék, és ezáltal egy, mondjuk egy Buda, akkor még repülte a malév a Budapest-New York útvonalat, és ezáltal egy Budapest-New York oda-vissza repülőjegy az durván 11-2 dollárba került, ami már akkor sem volt egy borzalmas összeg. Hát ma már nyilván az árfolyam erősége miatt azért más, de de szóval olcsónak számított, és mert csak a reptéri illetéket kellett kifizetni New Yorkba, Budapesten nem, mert hogy az volt a Malévnak a bázisállomása, tehát New Yorkban a reptéri illetéket kellett kifizetni, és ez odáig fajult ez a röpködés, hogy már a bevándorlási hivatalban a tisztviselő megkérdezte, hogy minek jövök ilyen sűrűn. És amikor mondtam, hogy azért, mert jó a kínai kaja és olcsó, egyszerűen nem tudta hova tenni a dolgot, és akkor megmutattam neki a repülőjegyet, hogy mennyibe kerül, és megkérdeztem tőle, hogy ennyi pénzért te is átrepülné Párizsba, mit tudom én osztrigát tenni, és mondta, hogy minden további nélkül. Szóval, hogy, hogy nem is tudom, hogy hol tartottunk, hogy hogy jött hogy ez szeretnél a... utazni? Azt akartam még kérdezni. Ja, hogy az utazás, igen. Szóval, hogy a mai napig is szeretek, de ma már, ma már ha lehet, akkor, akkor autóval, ha meg, ha meg nem lehet, akkor inkább kihagyom. Illetve a fájdalom küszöb szerintem maximum egy-két-három órás repülőút, nem, tehát a hosszabban nem tudom elviselni. Talán nem is annyira repülés, hanem a vele járó, a vele járó. Hát a, a, jól, a macera lapok, is, igen, igen, igen. Azt akartam kérdezni, hogy ezeket a moszkvai köröket, ezeket milyen autóval nyomtad? Hú, nagyon király voltam, tehát a, 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 a 80-as 80 években Moszkvába eleve az, hogy egy külföldi rendszámú autó megjelent, az, az, az hát gyakorlatilag összegyűlt a félváros, és akkor volt egy 528-as bmw és azzal voltam kint többször is, és hála jó Istennek, Nyilván az ember fiatalon bevállalós, és nem gondol ebbe bele, hogyha valami elromlik rajta, vagy mit tudom én, mi a fenét kezdesz Moszkvában, mondjuk mit tudom én, 89-be egy, egy 528-as BMW-vel, és egyetlen egyszer rohadt le a kocsi egy ilyen moszkvai út során, sőt, nem is a moszkvai út során, hanem hazaértem, leállítottam az autót, másnap reggel már nem indult, megállt benne az üzemanyagpumpa, de hála Istennek ezeket a moszkvai utakat, ezeket hibátlanul teljesítette. És nagyon nagy sikere volt, hát egy BMW-nek akkor Moszkvában, úgyhogy kellemes élmény volt vele utazni. Meg én élveztem is vezetni, tehát amikor, amikor fiatal vagy, ez szerintem egyébként ez mindenkinél elmúlik, tehát hogyha kellő kilométer van már a fenekedben, meg a lábadban, akkor, akkor ebből a hú de jó, megint milyen sokat lehet menni ebből ki fogsz nőni, de abban az időben még nem nőttem ki belőle, illetve nagyon jó vezetéstechnikai tréning volt az, hogy mit tudom én sose felejtem, mert április 4-én indultam haza Moszkvából, és gyakorlatilag az út felét, tehát majdnem a lengyel-szovjet határig, hóba meg égen, jöttem egy hátsókereges autóval, az durván ezer kilométer volt, és hát a, a, akkoriban az orosz utak olyanok voltak, mint ma a budapestiek, tárgyalázatos, és, és azért ez egy jó, tehát egy, mit tudom én, felért egy ilyen hungaroringi tréningnek egészen biztosan. Nehéz veled beszélgetni, mert annyi szerte meg leágazás van, de hogy egy picit tartsuk a kronológiát. Jó. Hogy lettél te szakács? Még amikor nem Moszkvában, meg Amerikában járkáltál, én... Akkor, akkor, akkor te én... miért lettél szakács? Azért ez nagyon messze esik attól, amit a későbbi életed során csináltál. Ugye voltak erről a podcastjeink, akár a K.O., az autóépítés, akár az autóbehozata. Ez hát... egy nagy kiugrás a hát, hát, aki sugott neked, az nem mondott igazat, mert én nem lettem szakács, csak csak van a papírom, hogy dolgozhatok szakácsként, és ez úgy, a végzettséget, szakát. a végzettségem, igen, hát ha szakács akkor. is, van, van másféle végzettségem is, de, de szakács is, és ez úgy lett, hogy visszacsatolva erre az orosz nem tanulásra, ezt gimnáziumban is folytattam, és az orosz nem tanulás? Az orosz nem tanulást, de ott azzal fűszereztem, hogy azokon a napokon, amikor orosz óra volt, harmadik évfolyamban, amikor orosz óra volt, új orosz tanárunk volt, ezért nem ismerte az osztályt, és úgy voltam vele, hogy engem nem is biztos, hogy meg kell, hogy ismerjen, és ezért nem jártam azokon a napokon iskolába, amikor orosz óra volt. És akkor mindig elmentem megnézni a hert, mert szeretem az állandóságot, és ez egy olyan fix pont volt az életemben, hogy ha nem iskolába megyünk, akkor moziba, és ha moziba, akkor her. És hát aztán fél év táján, vagy mit tudom én, amikor ilyen osztályozó, nem tudom mi volt, akkor hát mondom, mégis bemegyek, hogy hanyas fog kapni oroszból, és akkor szembesült a tanár azzal, hogy van itt egy új ember, akit még sosem látott, és hát ebből azért adottak némi problémák a gimnáziumban, és aztán ö, egyszer csak, hogy, hogy nem eltűnt a, az osztálykönyv, amiben a hiányzásokat vezették, és nem tudom miért, de azt gondolták, hogy ennek én lehetek az oka, és ö, hát az igazgató úr az kedvesen elbeszélgetett velem, és mondta, hogy nekem itt ennyi volt. Egyébként ez a Kölcsei Ferenc gimnázium, ami napjainkban ugye legendás, és, és mondta, hogy hát úgy érzi, hogy nekem itt a Kölcseiben a pályafutásom az többé-kevésbé véget ért, hogy szíveskedjek ezt az intézményt elhagyni. És akkor ez így is történt és az éde, és úgy lett és a, a szakácságról hogy a hát ezt a családom főleg az édesapám nehezen fogadta és mondta hogy ha továbbra is velük szeretnék lakni akkor hát ez 1980 környéke mondta hogy akkor ez havi 5000 forintba fog nekem kerülni amikor egy irgalmatlan nagy összeg volt havi 5000 forint de én már tudtam, hogy mit fogok csinálni, tehát annyira nem érdekelt, és viszont az édesanyám az könyörgött, hogy hát legalább az érettségid legyen meg, és akkor elmentem a Zecseri úti vendéglátó, ja nem, levelezőn elvégeztem a a, befejeztem a gimnáziumot, levelezőn, és utána az anyukám mondta, hogy oké, okay, hogy van érettségim, de azért mégis valami szakmád legyen, és akkor elmentem az Ecseri útra, a vendéglátóipari szakközépiskolába, és ott papírt kaptam róla, hogy szakács vagyok, és szerencsém volt, mint általában az életben, mert egy Benkő Laci bácsi nevezetű, ma már nem köztünk lévő. Csak nem? Az a Benkő Laci? Az, az igen. Hasztott. Igen, a, a ketchup, akit így kecsöpösnek, meg nem tudom, vegetásnak, meg ilyeneknek Cikiztek, és ő volt az ételkészítés tanárom, és mivel abban az időben az iskolákat sokkal jobban finanszírozták, ezért, tehát mit tudom én, egy bélszínételt bélszínből készítettünk, egy libamáj az libamáj volt, és a többi, és a többi, és az, és az öreg az, az egy nagyon, nagyon jó fej volt, egy nagyon jó személyiség, nagyon magával ragadóan tanított, és megszeretette akinek volt affinitása a, a, a konyhához, megszerettette velünk a, velünk a főzést, és hát én azóta is szeretek főzni, de csak a családnak, illetve hát majd veled lesz egy lazanya challenge -ünk, Igen, de... arról készülni fog a videó hamarosan. Igen, tehát. <laughs> uh... Kicsinál jobb lazanyát ez az erdő. Igen, tenni és tenni. lesz egy vaktesztünk, egy vakteszt. ahogy megbeszéltük. Profinálunk uh... hozzá. Igen, Mégünk. tehát, tehát én, 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 tehát a főzés szeretete megmaradt, de uh, sosem uh dolgoztam szakácsként, viszont az élet beigazolta, a anyukámnak igaza volt, hogy jó az, hogyha van egy szakmája az embernek, mert annak idején a privatizáció kapcsán, hát én is egy ilyen nagy ragadozó voltam, és a Csepel vendéglátótól vásároltam egy falusi bezárt vendéglőt, amit aztán üzemeltettem, és akkor ez feltétel volt, hogy vagy legyen vendéglátós végzettséged, vagy föl kellett venni valakit, akinek volt, és akkor így, hogy nekem volt, így meg tudtam sporolni azt, hogy valakit ezért föl kelljen venni, hogy papírja legyen úgyhogy végül is profitáltam ebből a iskolából. A szerencse azért az így nagyon massívan végkísérjed. Ez teljesen, abszolút, jó, teljesen. Jó, jó, igen, igen. Tehát meg minden ez szerencsém volt. Szerencsém volt a szüleimmel, szerencsém volt a, a, az exemmel, szerencsém volt a szerencsém van a, a, a gyerekeimmel, szerencsém volt, hogy amikor egy elágazáshoz érkeztem, hogy jobbra vagy balra lehetett menni, akkor általában a jó irányba indultam, tehát a, én, én abszolút, tehát azt gondolom, meg ez egy ilyen arcpoétika, hogy az életben szerintem a legesleges leges, legfontosabb dolog az, hogy szerencsés csillagzat alatt születtél vagy sem, mert ha nem, akkor, akkor nagyon rossz irányokat tud venni az életed, viszont ha igen, nyilván nem kell a sorsod kísérteni, de ha igen, akkor viszont nagyon sok dolog, ami így is, meg úgy is elsülhetne, akkor általában az jó sül el. Viszont megint egy kicsit leágaztunk, mert tudtam, hogy te még azért voltál postás is. Hát ez igaz. Sőt, nem csak postás, de később aztán taxis is. Igen. Tehát mire eljutottunk odáig, hogy te vásárolgattál ilyen bezárt helyeket. Szóval, hogy ezt egy kicsit tegyük előtte rendbe szerintem. Hogy hát a... ez úgy volt, hogy amikor ugye a gimnáziumban nyilvánvalóvá vált, hogy Nincs Hozzáteszem, teljesen alaptalanul meggyanúsítottak ezzel a dologgal, hogy nekem fűződött a legnagyobb érdekem ahhoz, hogy az osztálykönyv eltűnjön, meg feltételezték is rólam, hogy ezt kivitelezni is tudom. Nem tudom, miért feltételezték, mert ez nem derült ki, de mindegy. Tehát amikor, amikor onnan eltalácsoltak, akkor én tud teljesen tisztában voltam azzal, hogy én semmi más nem akarok csinálni, csak olyan munkát, ahol motorozni lehet, és ezért fizetnek. És erre két, elvileg két lehetőség adódott. Az egyik a posta volt, mint táviratkészbestő, a másik a rendőrség, ami hát bizonyos okokból nálam, tehát mint elvi lehetőség nyilvánvalóan megvolt, de gyakorlati szinten ezt teljesen kizártnak gondoltam akkor is, meg ma még inkább. Tehát ö, ö, maradt, a, maradt a posta. És hát abban az időben a távirat, ami ma már megszűnt, nem olyan régen egyébként. Akkor a távirat az egy mindennapos Özlési történet forma. volt, igen, hogy értesítési forma volt, hiszen a telefonellátottság olyan vacak volt, amilyen, nem volt mobiltelefon, és a többi, és a többi. Tehát, hogyha sürgős dolgokat kellett közölni a családtaggal, ismerősen, nem tudom, akkor az volt a legegyszerűbb, hogy táviratot adtak föl, és ez akkor nagyon virágzott, illetve Hát a honvédségi behívókat is nekünk kellett vinni, ami azért volt rossz egyébként, mert általában minden sorköteles a harmadikon vagy a negyediken lakott lift nélkül, kézbe kellett adni a külteményt, és soha egy filérjatot nem kaptál érte, mert ki az a hülye, aki örült annak, hogy behívják katonának. És tehát, hogy elmentem táviratkézbesítőnek, és ez akkor olyan jól jövedelmezett, nem a fizetés okán egyébként, hanem a mellékesek okán ez olyan jól jövedelmezett, hogy... Hogy ezt az összeget, amit édesapám kért, hogy otthon továbbra is családi körben lakhassak, ezt kényelmesen ki tudtam fizetni, és egész nap lehetett motorozni, és egész évben lehetett motorozni. De ott is szerencsém volt, mert minden egyes balesetet, ami így a Postán ért, motorozás közben egyetlen egyet leszámítva, gyakorlatilag karcolások nélkül megúztam. Tehát az Ungvár utcában télen a havas úton mondjuk eléestem az autóbusz elé motorral, és mit tudom én, nem ment át rajtam meg. Hát volt egy csomó ilyen történet, de hogy a szerencse, hogy mind megvédett ezektől, kivéve 1980. október 2 amikor volt egy nagyon súlyos motorbalesetem a, a postás munkám kapcsán, de abból is aztán a végén fölépültem, úgyhogy Úgyhogy hát így, így, így jött ez a. Így jött ez a, a De akkor postás. alapvetően a motorozás szeretete az maradt? Az teljesen. Tehát az, az 1976 óta az folyamatosan, tehát az, az, a, az a mai napig is abszolút megvan. És azt tudom, hogy Harley Owners Group, tehát te vagy? Nem. Nem, vagy már hogtag? Nem is voltam. Nem. Nem. Félreinformáltak. Aki... igen, félreinformáltak. Akkor nem akarom, nem, akarom, bántani a, a de vannak olyan csoportok, meg olyan csoportokat reprezentáló emberek, akivel feltétlenül nem akarsz közös csoportban lenni. Én, én azért, tehát én, én a motorbiciklit azért tartom, mert én szeretem használni. Azt gondolom, hogy aki Budapestről Alsóörsre, ami mondjuk 120-130 km egy fesztiválra úgy megy el a motorjával, hogy ezt fölteszi egy trélerre, majd a kapuba leveszi és főfeszkedbe bemotorozik. Hát nem feltétlenül szeretnék velük egy közösségbe tartozni, illetve hát vannak olyan prominens ö, ö, tulajdonosok, most nem akarom nevesíteni őket, de például volt köztársági elnök, meg. szóval. Volt azért neki szép veteránja is. Nem... Hát igen, de szmit, nem biztos, szmit, hogy szmit nem biztos, hogy a hely. katonai. Igen, de nem biztos, hogy a Harley, Harley davidson azt le tudja írni, mert hogy a széket sem tudta leírni, mondjuk, vagy nem tudom, az asztalt helyesen, úgyhogy na mindegy, tehát, hogy például vele nem szeretnék egy csoportba tartozni, meg, meg nem hiszek az ufókban sem, tehát akik esetleg... Azt... úr. Tessék? John. Igen, a Johnny nem, az... Nem, 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 nem John. Fú, ki volt az ufós? Temurikba. Hát uh, ma is aktív zenés? Igen, igen, igen. Nyugodtan mondd ki a nevét. Pataki Attila. Tényleg. Jogos. Jelenzés. Nekem ő valamiért mindig egy zöld Toyota Supra-val van összekötve a fejében, ah. de, de igen. Igen, igen. De a, a, a Johnny az ne, de nem. Hát a, a Derhussa, az például pont egy olyan uh, prominens ember, aki Hát nem tudom ma már mennyi, de, de régen rengeteget motorozott, és és vele akármikor összefutottál a városba, hogy láttad, hogy ő, ő valóban használja. De hát ezt a, a, az emberek többsége egyébként inkább státuszszimbólumként vette, és nem azért, mert használja a járművet. Amúgy a Hárlihoz tapad egy ilyen kellemetlen sztereotípia, ami szerintem úgy egyáltalán nem kellemetlen, tehát 40-50-es vállalatvezető vagy felső poziban lévő menedzser öltönyben tölti a hétköznapjait, majd hétvégén beöltözik Henry Fondának és elmegy motorozni. Szóval, szerintem ezzel alapvetően semmiféle probléma nincs sokan, ezt, ezt egy, ilyen, egy ilyen negatív előjárás szokták elmesélni. De hogy azért a, a hálizásban azért így benne van a póz. Tehát hogy egy, az egy ilyen, az egy ilyen um, nagyon hát erős hát mutatás, nem? Hát Tehát szerintem. Hogy általában a motorozás ilyen? Hát sze, én, én azt gondolom, hogy hogy egy bizonyos összeghatár fölött, már a jármű értékének a, a bizonyos összeghatár fölött, mindenképpen egyfajta pózolás is a, a motorozás, kinek jobban, kinek kevésbé. Meg az a tapasztalatom egyébként, hogy minél drágább motoron ül valaki, annál ritkábban használja de, de hát az, hogy most ez a, ez a 40-50 éves vállalatvezető, aki hétvégén, nem tudom, hát én ezt nem, 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 így, nem így, érzem, vagy nem így, nem így, gondolom, de, de az tény, hogy a, a herli tulajdonosok többsége az ugyanolyan sokat megy a, a motorjával, mint a Ferrari tulajdonosok többsége, tehát egy 8-10 éves motorbiciklit simán meg tudsz venni úgy, hogy nincs benne 10.000 kilométer sem. Az is szerintem kölcsön adta a haverjának, vagy nem tudom, úgy mentek bele a kilométerek, úgyhogy ezeket a járgányokat a többség az nem használja. Szobor? Igen, igen. Szobor. De azért tudom, el a téli időszakban, te is a nappalitban tartod. Hát a téli időszakban, igen, a nappaliban volt egészen idáig. A, az idei tél lesz az első, amikor nem fog fölkerülni a nappaliba, és ez azért van, mert azokat a fagerendákat, amin föl lehet motorozni a lépcsőn, hogy a nappaliba bekerüljen a motorbicikli, azok olyan nehezek, én meg már vénygenyó vagyok, és nehéz emelgetni, meg fáj a vállam is, úgyhogy mostani állás szerint, de hála Istennek még nyár van, mostani állás szerint az idei tél az lesz az első, amikor a garázsba fogja tölteni a... a csak a tiszteletes kedvér, neked most egy fed... Fedboy, fed Schwarzenegger, Terminátor 2 a, igen. az akvaduktos jelenet. Igen, 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 csak az enyém az ezüst színű és, és nem fekete. Volt egy rövid dukát is kitérő is, ami Szintén, szintén kapcsolódik hozzá egy elég széles hogy egy. Igen. A, hát a Zselézet, ha jól az, amikor meg... Az az igazság, hogy nekem a ducati nál a Diavel, mint, mint, a, for, mint forma. A Diavel aztán a leghárlik Ducati. Hát lehet. Mint forma, nekem nagyon-nagyon bejött. És amikor nyílt rá lehetőségem, hogy egy ilyen motorbiciklit birtokoljak, akkor erre rögtön lecsaptam, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem az én világom. És nagyjából úgy használtam, mint a helyi tulajdonosok többsége, hogy sehogy. És igazándiból, mint egy műtárgy, műtárgy volt, és aztán két-három év tartás után, amikor a két-három év alatt pár száz kilométer ment bele összesen, akkor rájöttem, hogy nekem vissza kéne térni a gyökerekhez, de a her Herliket megelőzően korábban voltak japán motorjaim is. Hála Istennek, megint a szerencsefaktor, túléltem a mert ezek speed motorok voltak és nagyon gyors volt a gyorsasági motor. Igen, Aztán. és ö, mert mert ugye már jártam Amerikába és az autókkal ellentétben motorkerékpárokból Amerikában mindig a nyitott verziókat vitték, amiben nem volt folytás. Nem is értem, hogy a motornál miért ilyet visznek autónál, meg miért visszafogottabbak, de most ez teljesen mindegy és ö, mindig megnéztem a teszteket, hogy melyik az adott évben a leggyorsabb, legerősebb motor, amit lehetett kapni. Ezek általában kavaszakik voltak, és akkor volt több ilyen, több ilyen gyorssági motorom, de a szerencsefaktor az megint segített az életben, és ezeket a, ezeket a motorokat túléltem, és aztán a 90-es. 90-es években valamikor megvettem a, az első harlimat, és, és, akkor úgy éreztem, hogy megérkeztem. Tehát igazániból, egy, amikor ráülsz egy harlira, nem érdekel, hogy, hogy, milyen sebességgel mész, meg, meg, nem érdekel a gyorsulása, meg teljesen elfogadott, hogy műszakilag egy őskövület, meg ugye van a vicc is, hogy napközben miért nem köszönnek a herlisek egymásnak, mert már reggel ha találkoztak a, szervizbe. a szervizbe, Igen, tehát ami egyébként már sztereotípia, tehát ma már nem így van, de hogy, 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 ezek, hogy nem jó a fék rajta, hogy nem jó a futómű, és a többi, és a többi. Ezekkel úgy teljesen együtt tud célni, mert amikor 80-90-nel a pöföksz, akkor igazándiból az, hogy most mennyire erős a fék, vagy nem tudom, nem, nem egy olyan, tehát ez nem egy kanyarvadász, nem mész fel a átrába őrültködni, és a többi, és a többi, és én kimondottan élvezem azt, hogy, hogy lassan megy, és hogy van időd nézni a tájat, érzed a, az illatokat, amikor frissen van kaszálva a mező, és a többi, és a többi. Tehát nekem ez így teljesen, teljesen bejön, és, és, és ha, ha gyorsan szeretnék menni, akkor el, először is elmegyek Németországba, ugye, mert Magyarországon nem lehet, és akkor nem arra vágyom, hogy motorral menjek gyorsan, hanem mondjuk autóval, és akkor azt úgy megvalósítom. De nem lehet azt mondani rád, hogy, hogy fasisztóit hívő vagy, mert most ide konkrétan egy csikvecsentóval érkeztél. Igen. Van a, a nagynénémtől örököltem egy, egy, ő volt az első tulajdonosa, örököltem egy Fiat Cinquecentot, amiben még mindig csak 70 ezer kilométer van, és egy S változat, mert hogy mert hogy volt neki stílusa, és eset vett, ami, ami ötsebességes és van benne zöld üveg is. És, és piros. És piros, ami tudjuk, hogy sokkal gyorsabb, mint bármi más, úgyhogy ezt, ezt nagy szeretettel használom, és, és egy fix pont az életemben soha nem adnám el nincs benne semmi, ami el tudna romlani, semmilyen hárombetűs történet nincs benne. Ez már befecskendezés, tehát egy, egy motorvezérlő elektronika van benne, és plusz. Tehát se ABS nincs benne, se szervó, semmi az világon. Viszont beülsz, elfolytod a kulcsot, és mindig működik, de egyébként nem ezzel jöttem volna, csak ugye mindig mielőtt felülök motorra, amivel annyit áztam, fáztam már motoron, posta, hogy ha tudom, hogy szívni fogok, mert eső lesz, akkor nem ülök rá, és már a jósoltak esőt, és ezért nem motorra jöttem. Úgyhogy, de ezt a, ezt a fiátot, ezt szeretem. Meg hát megvan az a nagy előnye, hogy. E, ez az autó is olyan, hogy ez nem készült egy gyorshajtásra egyáltalán, meg nem is lehetne. Nyugalomra lenne. tanít? Igen, nyugalomra tanít, igen, meg meg alázatra is, mert gyakorlatilag a közlekedésben a tápláléklánc legalján vagy és, de nem zavar amúgy, úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy, például színházai is ezzel járok, mert ezt akárhol ott hagyod, és nem félsz, hogy összekarcolják, vagy mit tudom én, mert ez nem vált ki semmiféle indulatot az emberekből, inkább szánalmat, hogy szerencsétlen ezzel a ö, öreg szarral jár, úgyhogy úgy, nagyon szeretem, és abszolút nem gondolom, hogy ez, ciki lenne ezzel akárhová is elmenni. Egyértelműen nem az, sőt, a múltkor fejtegettük itt egy a nem sajnálós autó tematikáját. Mm -hmm. Igen, ez, igen ez, de, de érdekes egyébként, mert ettől függetlenül, tehát hogyha ö, Zamárdiban van egy Mauro nevezetű étterem, és ö, én sokat beszélgettem a, 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 tulajdonosával, és neki egy kis sötétkék 500-as fiat állt az étterem előtt mindig, ami ilyen családi kötődés volt, konkrétan az az autó, és nyilván neki az nem képvisel értéket, de majd megszakadt a szívem, meg az övé is, amikor nem tudom, néhány évvel ezelőtt részek fiatalok, gondolom részek fiatalok a tetejére megfordították az autót, és a tetejére rakták a vendéglő előtt. Tehát az én kis fiátomnál is, tehát nem mondom, hogy nem sajnálnám, hogyha történik vele valami, mint ahogy történt, mert a kisebbik lányom a jobb ajtót lezúzta rajta, de úgy van azóta is, mert nem érdemes kicserélni. Vagyha... Olyan, de, golf de tudod, azért vannak rajta a púpok, mert akkor gyorsabb. Igen. Igen, Úgyhogy, de, de, ettől függetlenül, ha bármi történne vele, sajnálnám, mert nagyon szeretem, tényleg. Tehát az, hogy, hogy, hogy akármilyen autód, autód, van, ha ez van mellette, ez mindig elindul. Tehát ha esik, ha fúj, ha izé, és ahogy mondtad, igen, ez, ez, a, ez az a, az, az árkategória, amit érzelmileg sajnálhatsz, hogy történik vele valami, de mondjuk az az 50, 60, 70, 80 ezer forint, amit most érhet egy ilyen autó, azért az még innen van a fájdalom küszöben. Megint tettünk egy jó nagy kurflit, mert volt a te életedben egy taxis időszak. Igen. Ez... Uh, oké, okay, a, posta, a postás munka után ez valahogy úgy logikusan következik, de... Hát én a, én, a, én a postán a motorozást, azt egészen addig folytattam, tehát volt 1980. október másodikán volt egy nagy, nagy balesetem a mexikói úton, amit túléltem, és utána is visszamentem, és amikor fölgyógyultam néhány hónap után, visszamentem és motoroztam. Aztán bevonultam katonának, és amikor leszereltem a honvédségtől, akkor már nem tőnek mentem vissza a postára, hanem barkasz típusú autóval újságot hordtam éjszaka a nyomdából a pályaudvarokra. És hát addigra már megtanultam vezetni, úgyhogy be tudtam menni a keleti pályaudvarra is úgy a vágányok közé, hogy nem zúztam le a kocsinak az oldalát, vagy a nyugatinál is, és Uh, ott ezt folytattam két évig, közben uh, kiemeltek engem a postán, mert látták, hogy elboldogulok a három pedállal, meg azzal a kerekszarral ott magam előtt, és uh, átkerültem pénzszállító, ugyanígy barkasszal, pénzszállítottam. Pénzszállító barkosz. Igen, volt ilyen. Hát de, ez magyar ez magyar innováció volt, ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy barkasz, csak azért, hogy bele simuljon a többi ö, postás barkaszba, ez nem zöld volt, hanem homokszínű, nem is értettem, tehát hogy egy pénzszállító autónak egyébként úgy kéne kinézni szerintem, mint a többinek, de ez egy homokszínű barkasz volt, és annyi, annyi külsőleg annyi látszott rajta, nem is volt rajta több, hogy a hátsó ablak be volt, az üveg benne volt, de belülről volt rajta egy lemez, meg az oldalsó ajtón is volt egy lemez, illetve a hátsó és az oldalsó ajtót kívülről lakatolni kellett, és ezért ilyen alumínium fülek voltak felpopszegecselve, és úgy le tudtad, le tudtad zárni, és hát ez 82-83 környékén azért egy Szemmel látható, tehát ilyen több milliós nagyságrendű összeg, összegek voltak ebben az autóban. Ö, természetesen semmilyen más biztonsági izé nem volt benne rádió, hogy beszóljál, és a többi, és a többi. meg, meg a, a, Tehát volt egy kísérő, de ne, nála se volt semmiféle fegyver, vagy nem tudom, golyó. Gondolom, vagy... Az inkognitó jelleg. Igen, tehát ilyen teljesen inkognitó. Az, az... az volt a feladat, hogy a különböző újság elosztó helyek összegyűjtötték, ugye akkor még a nyomtatott sajtó volt az egyetlen információforrás, meg a televízió, és rengeteg újság fogyott. És az újságos pavilonokból a, a dolgozók behorták, a napi bevételt több helyre a városba, amit ott összegyűjtöttek, bezsákoltak, és ezt minden nap a 70-es postára a Verseny utca és a Dózsa György út torkolatába be kellett vinni. És ez volt ennek az autónak a, a, a feladata. De mondjuk egy mit tudom én egy húzós pénteken volt hogy 10 millió forint is volt benne 82-83. Hát az egy, az, az egy borzalmas összeg volt és ennek ellenére ezt ilyen körülmények között szállítottuk és tehát hogy, hogy, tehát, hogy megszűnt ez, a, ez az újságholdás a pályukban, hanem én ezt csináltam, ezt, ami egy, egyébként egy egy kiugró munka volt a Postán, mert a Dózsa György úton volt egy garázs, ahol az újságos autók, meg ez a pénzszállító autó garázsírozva volt, és mindig új autókkal jártunk. Azért, mert a párt szavának el kellett jutnia időben minden vidéki városba. Tehát ezért éjszaka, amikor a szikla mondjuk nyomták a népszabadságot, az nem fordulhatott elő, hogy lerohad az autó és nem ér ki a vonathoz a, az újság, vagy ha mégis, akkor egy másik autóval effektív, mondjuk szombathelyre le kellett vinni az újságot, hogy az reggelre ott legyen. És hát itt voltak azért történetek, hogy mit tudom, én három kerékkel mentem be a garázsba, mert egyet elhagytam menet közben a jobb hátsót, és ugye kiültem teljesen a fülkének a bal sarkára, és így nagyjából olyan balanszban volt a, a kocsi. Szóval egy ideig a posta továbbképzéseken az Egressi úton volt a járműtelep ott mindig része voltam a tananyagnak, hogy mit ne csináljunk, de a lényeg, a lényeg, hogy azért látták, hogy nem vagyok fakezű, és akkor ez egy kiugró dolog volt ez a pénzszállítós történet, és ezért mindig a, a legújabb, meg a legjobb kocsi volt így átalakítva, mert hát azért, mit tudom én, 6 millió forinttal a, a feneked mögött érted bete ott hagyni, és elmenni keresni egy nyilvános telefonfülkét, és betelefonálni, hogy lerohadtam. Hát ez nem volt annyira opció, igen, úgyhogy, úgyhogy jó volt. És akkor, mikor váltottam a, tehát amikor a, úgy éreztem, hogy, hogy már nem ezt szeretném csinálni, akkor jött az a lehetőség, hogy ki tudtál váltani engedélyt, és magántaxizhattál. És akkor így lettem én taxis. De azt azért úgy hallom, hogy Budapest eléggé a fejedben van a mai napig. Igen. De hogy a taxizás az, az ez még a 80-as években járunk. Ez valamiféle kapcsolatépítés szempontjából is használható dolog volt, vagy, vagy ezen már azért így túl volt akkor a város? Hát nem, lehetett. Tehát volt egy-két taxisként egy-két prominens utasom, meg olyanok, akik aztán állandóra, mert ugye volt rá lehetőség, hogy amikor fölhívtad a, a taxi vállalatot, akkor volt rá lehetőség, hogy személy szerint vagy számszerint, minden ugye minden taxinak volt egy száma, és kérhetted számszerint is, hogy melyik sofőrt szeretnéd, és akkor volt volt néhány olyan állandó ember, aki szeretett velem utazni, és akkor ő kért, tehát ebből a szempontból lehetett vele kapcsolatot építeni, de hát azért nem gondolom, hogy a világ legmegbecsültebb dolga volt, úgyhogy uh, már a ta taxizás, úgyhogy uh, mélyebb emberi kapcsolataim, mint taxis uh, ne, uh, utasokkal nem alakult ki, de amire te akarsz célozgatni, annak, uh, annak nem volt köze a a, a taxizáshoz, és az úgy alakult, hogy 86-ban vettem egy 123-as Mercedes-t, ami hát akkor. Hát ez tehát gyakorlatilag... Még csak egy éve volt 124-es, tehát akkor az I még egy új igen, az számított. egy, igen, igen, és az, hát ez egy atomvillanás volt egy, akkoriban egy Mercedes a városban, és hat darab Mercedes taxi volt akkor, taxi volt akkor Budapesten, viszont elkezdtek jönni a, a sztárok Magyarországra, és és akkor még ez a limuzin szolgáltatás, meg ezek a nagyon fullos menő mikrobuszok, meg mit tudom én, nem voltak, és, és így aztán az országos rendezőiroda, meg, meg olyan cégek, amik, akik hozták ezeket a külföldi fellépőket, ezek megtaláltak minket, és akkor, akkor ez egy nagyon jó, meg érdekes dolog volt, hogy, hogy világsztárokat szállíthatsz, és hogy, hogy, hát azt nem mondom, hogy kapcsolatba kerülsz velük, de valahol mégis kerülsz velük kapcsolatba, mert, mert voltak olyan világsztárok, akik közvetlenek voltak, és esetleg beszélgettek veled, vagy mit tudom én. Meg hát egy nagyon nagy dolog volt, hogy ezekhez a fuvarokhoz a rendezők mindig kértek rendőri felvezetést ami általában motoros rendőrökből Állt ez a, ez a történet, és akkor volt egy, egy nagyon vagány fiatal rendőr motoros. Akkor hozzáteszem, hogy a 80-as években, aki motoros rendőr volt, az nem azért volt rendőr, mert hogy késztetést érzett arra, hogy, hogy rendőr legyen, vagy fegyvermániás volt, vagy mit tudom én. Tehát a motoros rendőrök azok nagyon-nagyon jó fejek voltak, és igazándiból azért mentek el a rendőrségre motorozni, mert akkor már ez nem csak egy protokolláris dolog volt, hogy a motoros rendőröket csak államfők, nem tudom, milyen felvezető motorosok, hanem rendesen járőrszolgáltat láttak el, viszont ezeknek az embereknek nem volt elég pénze arra, hogy olyan technikát vegyenek, mint amit a rendőrség alájuk tett akkor, és ezért lettek rendőrök, és nagyon jó fejek voltak, és volt egy olyan srác, akivel én nagyon jó viszonyba lettem, és mindig volt annyi szavam, ezeknél a fuvaroknál, hogy kértem a rendezőket, hogyha lehet, akkor személy szerint ő is legyen benne a társaságban, mert akkor tuti volt a buli. Tehát, mit tudom én, az Interkontinentál szállodától, az Erzsébet Pesti hídfőjétől, mondjuk csúcsforgalomba kiértünk bő negyed óra alatt Ferihegyre, szóval jó, jó dolog volt, és és tehát az, hogy, az, hogy egy világsztár ül az autód, akkor tényleg nagy neveket hoztak, akik akkor nagy nevek voltak, hogy egy világsztár ül az autódba, azért az egy nem mindennapos történet, meg hát ugye nyilván egy csomó sztori összejött ezekkel kapcsolatban, de hát velük is aztán semmiféle egyéb, tehát ilyen privát dolog az nem alakult, de mégis, mit tudom Miket én. úgy? Hát mm, igazándiból egy emberre ne rá, mert el fogom sírni magam, meg libabőrös leszek, aki a 20. század szerintem legnagyobb előadója, előadója volt, és angol ember, tehát róla ne beszéljünk, biztos, hogy az informátorok említették, de őt Húcsúfogai hagyjuk. voltak meg bajsza. Igen, de őt, hagy, őt hagyjuk ki ebből a történetből. De hát figyelj, Metallica például a a Metallica egy érdekes élmény lehetett, mert tudom, a Hetfield is 62-es, igen, nem, 63 most volt pár hete a 60 hát Pont a, pont metallica, a metallica egyébként velük két nagy sztori is volt. Az egyik, hogy ők a, eredetileg a Hilton szállodában, a várban, még akkor csak az egy Hilton volt, ott szálltak meg, és képzeld el, hogy kirúgták őket a Hiltonból, mert konkrétan teljesen lepusztították a lakosztályukat, Teleköpködték rágumi gumival a szőnyeget, meg amit el tudsz képzelni. Sőt, hát nem tudom, hogy igaz e de a Hilton szálloda ezt kommunikálta, meg akarták erőszakolni a szobasszonyt, meg nem tudom, szóval na mindegy, kirúgták őket a Hiltonból, és akkor akkor most nem emlékszem, hogy az Átriumba vagy a Fórumszállodába ők kellett őket átköltöztetni. Tehát mentünk úgy a városon, hogy már meg nem mondom melyik zenész leeng leengedte a um, bal hátsó ablakot és letolta a gatyáját és úgy mentünk hogy kínlógott a segge a, a, a kocsiból. Sőt a um, régi MTK pályánál volt a, a koncertjük a hungária körúton és uh, valahogy a motoros felvezetés elrontotta és rossz kapuhoz mentünk. Ami nem volt nyitva és nem tudtunk bemenni viszont kurva kibaszott sok rajongó volt, és egyszerűen ráfeküdtek az autóra meg, amit el tudsz képzelni, és lelki szemeim előtt láttam azt a szemmel látható összeget, a kocsinak az újrafényezése fog, lesz, meg a letörik a csillagot, meg a nem tudom. Tehát, hogy a metalikával így, így, így voltak történetek, meg képzeld el, hogy ebben az időszakban volt a láncidnak az most megelőző utolsó felújítása, és én azok közé, a kiváltságosok közé tartoztam, akik, akik átjártak a, a láncidon, mert hogy a rendőri felvezetéssel mi mindig, tehát ugye az volt a, mit tudom én, a legrövidebb, vagy a leggyorsabb így, hogy az nem volt használható, és így átjárhattunk például a, a, a láncidon, de, de gyakorlatilag a a 80-as évek második felétől a 90-es évek elejéig mindenki, aki, aki Magyarországra jött, Uh, azt, azt, azt mindenkit én, én vittem. Úgyhogy, uh, vagy én is, mert volt olyan, hogy több autó is kellett, hogyha zenekar volt, ha meg csak, uh, ha meg csak uh, egy, mondjuk a Sissi például, uh, ugye, hogyha egy, csak egy énekes volt, akkor, akkor csak egy autó. De mit tudom én, a Modern Talking például, az, azokkal is volt sztori egyébként, mert a, a hát én nem voltam soha egy modern talking rajongó, de az a szőkehajú énekes, annak fú, egy nagyon-nagyon bombázó barátnője volt, és eltűnt Feri Egyen, mikor megérkeztek, a csajnak eltűnt a csomagja. És mit tudom én, este 11-kor szóltak, hogy megvan a csomag, és ki kell menni Feri és behozni hozzájuk a szállodába, és és a vámosok, nem tudom miért, de meg akarták nézni a bőröngyét és ott előttem nyitották ki, és turkáltak benne, és hát azért, hát nem tudom, valahol én kellemetlenül éreztem magam, hogy mondjuk láttam ott a csajnak a tanga bugyi, meg nem tudom érted, ami, ami benne, van a, benne van a amiről gondolom nem gondolta, hogy rajta kívül más is nyúlkálni fog benne. Vagy például én vittem a, a, a Europot, Final countdown. Igen, igen, így van. Nem így... tudom, hogy van -e ember, aki tud még egy számot mondani tőlük. De. Hát én se, egyébként nem tudnék, nem, nem, nem. Tehát mindenkinek ez ugrik be, ugye nyilván, mivel egy komplet koncertet le tudtak tolni, tehát voltak más számok is, de hogy, hogy igen, hogy, hogy volt ez a nagy slágerük. Egyébként például az a srác az egy teljesen, teljesen közvetlen, közvetlen ember volt. Valami miatt föl kellett mennem a, a szobájához és valamit fölvinni, mint a kocsiba hagyott, vagy nem tudom, és bekopogtam, és mondta, hogy gyere be. És hát én benyitottam, és éppen gépelte az ágyon a barátnőjét. És így mondta, hogy mit tudom én, tedd le az asztalra, az csá, érted? És abszolút nem zavartatta magát. Úgyhogy, tehát így, így, így voltak, voltak, történetek, de minden esetre, tehát ez egy nagyon színes korszaka volt a, a, az életemnek, és és aztán ugye ez a, ez a kapcsolati rendszer, mert ugye annak idején a hegedűs bur hozta Magyarországra ezeket a nagy neveket, és akkor később a, a Budapest Sportcsarnok, ami azóta leégett, és azt nem is tudom, paplászló talán az volt. Paplászló an... Igen, uh, és akkor így ezek, így ezek kapcsán jobban lettem a, a, a BS-nek is a, azokkal a vezetőivel, akik így diszponáltak a dolgok felett, akkor nekik is hordtam a, a különböző sztárokat, úgyhogy, úgyhogy egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes része volt az életemnek, csak itt viszont elhagyott a szerencsefaktorom, mert nekem volt egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, aki többször is jött Magyarországra, és a Tina Turner, aki most nem régen halt meg, és őt pedig vagy háromszor is, míg ezt csináltam, volt Magyarországon, és ott nem vittem egyetlen egyszer se, mert mindig úgy alakult, hogy vagy nem voltam itthon, vagy össze volt törve az autó, vagy nem tudom, szóval, hogy valami mindig adódott, ami, ami miatt a Tina Turner az, az nekem kimaradt, de ettől függetlenül a, a, így a így a gyakorlatilag őt leszámítva mindenki az én automba fordult meg, vagy az én automban is fordult meg. És Genesis. Akkor... Még egyszer? Genesis, Genesis Phil Collins, Phil Paul Collins Paul Young, az első formát. Így, így, van, így van, úgyhogy. Amikor ez az időszak lecsengett, utána jött ez a vállalkozói lét? Vagy, vagy igen, vállalkozói. amikor hát ez, 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 ez tartott ez a taxis korszak, ez tartott szerintem 89. január 1-ig vagy másodikáig. Ezt azért emlékszem rá konkrétan, mert én minden szilveszterkor dolgoztam, mert sok pénzt lehetett keresni. És emlékszem rá, hogy, hogy vége volt a szilveszteri őrületnek, és akkor aznap délben vagy délután álltam az Intercontinental előtt, és Beült egy külföldi házaspár talán, mindegy külföldiek beültek, és mondták, hogy a, a Mátyás templomhoz vigyen föl őket, de hozzáteszem, hogy már Rohat régen vártam ott, hogy legyen fuvar, és hát megmondom őszintén azért az Interből az Erzsébet Hittó fölmenni a Mátyás templomhoz, hát nem az évszázad fuvarja volt, és akkor úgy éreztem, hogy, hogy nekem ez így elég volt, és akkor fölvittem őket a Mátyás templomhoz, ott leszereltem a szabadjelzőt az autóról, betettem a csomagtartóba, és utána ez soha többet nem került vissza a Úgyhogy a taxis pályafutásom az gyakorlatilag így ért véget, és akkor utána kellett valami máshoz hozzányúlni. Ez egy rohadt érdekes időszak, és szerintem te azért inkább felülről nézted végig a rendszerváltást. Igen, én is így gondolom. Mi, milyen volt ezt megélni? Ez, engem mindig borzasztóan érdekelt, hogy én ugye 91-ben születtem, de ugye a szüleim akkor voltak ilyen 20 évesek, amikor ez az egész lefutott, és hogy nagyon sokat meséltek, és hogy akárhány embert kérdezek erről, mindenkinek más az élménye. Így a rendszerváltás volt. De te, te hogy élted meg a rendszerváltást? Hát igazándiból uh, én azt gondolom, hogy a, az én korosztályomnak, aki észnél volt, a rendszerváltozás, az egy, az egy, vagy a rendszerváltás az egy, az egy nagyon nagy Ugródszka? Igen, egy nagyon nagy lehetőség volt. Tehát aki nem volt olyan hülye, hülye mint én, hogy a pénzét járművekbe, járművekbe tette, hanem kárpótlási jegyet vett például, vagy a, vagy a privatizáció oldalvizén sertepertélt, vagy nem tudom, azok borzalmasan nagy összegeket tudtak keresni. Én sose irigyeltem tőlük egyébként, mert mert aztán ennek az egész dolognak ők arabjai lettek, tehát volt olyan barátom, akivel motoroztunk volna együtt, de úgy, hogy fölhívott, hogy figyelj ide. Hétvégén nem gurulunk el valahova, és akkor mondta, hogy te várjál, előveszem a naptárat, érted, és ez mondjuk volt júniusban, hogy mit szólnál jövő márciushoz, érted. Tehát, hogy ilyen szinten. Meg hát igazándiból azért sem sajnálom, mert azért ott elég bevállalósnak kellett lenni, meg azért nem is volt teljesen egészséges az a közeg, amiben ott kellett keresni a lehetőségeket ugye olajszőkítés, meg nem tudom, és... és Bocsánat, én, hogy te itt távol tudtad tartani magad ettől a szürke zónától? Hát olyan szinten, hogy igen, én, 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 privatizáció kapcsán ezt az egy vidéki kocsmát vettem a Ráckevei Dunágon, Majosházán egy Csalicsárda nevezetű helyet, ezt vettem a Csepel vendéglátótól, ezen kívül én nem vettem, nem vettem semmit. És hogy az, hogy, az, hogy mondjuk tőlem rendel valaki, vagy megbíz azzal, hogy én Amerikából hozzak haza egy motorcsónakot, vagy egy Dodge viper vagy nem tudom, nekem nem kell tudni, hogy az illetőnek miből, miből van, erre, van erre pénze, úgyhogy Úgyhogy én igen, tehát én ebből a, ebből a, tehát az én automat, vagy az én, vagy engem soha nem próbáltak fölrobbantani, meg lelőni, meg nem tudom. Úgyhogy, úgyhogy viszont a, a seresféle Bentleynek a mostani gazdájával annak idején beszélgettem, mert ő helyre akarta állítani azt az autót, és kérdezte a lehetőségeket, hogy hogy lehetne ez egy donort hozni meg, ő meg volt róla győződve amúgy, hogy az egy vagyontér, mert hogy a serest abban lőtték le, ami szerintem nem így van, mert ő nem volt egy annyira ismert figura Magyarországon kívül, hogy az ő autója az, az, az egy hatalmas, tehát nem egy alkapóne volt, aki, tehát hogy az egy szemmel látható összeg lenne. Viszont érdekes volt megtapasztalni azt, hogy egy ilyen autó bizonyos ideig való tárolás után, hogy milyen állapotban van meg, hogy ezt hogy, hogy adják vissza, vagy hogy, hogy, veheted meg, vagy mit tudom én. Úgyhogy, de a vért azt kitakarították belőle. De viszont a golyónyomuk benne volt. Ez érdekes. Ugye erről készítettünk egy külön podcastet, hogy hogyan nem lehet autót behozni Amerikából napjainkba. De hogy a 90-es évek elején hogyan lehetett autót behozni Amerikából? Milyen kapcsolati tőkét volt egy olyan, tehát oké, okay, megnyíltak a határok, ez evidens, meg, meg azért az is látszik, hogy veled volt a szerencse, meg a találékonyság. De azért nem nagyon gondolnám, hogy az ember csak úgy nekivágazák pénzzel a nagy víznek, hogy akkor most hazahoz egy autó. Igen, de én a, a 80-as, tehát én a rendszerváltás táján, amikor először lett világútlevelünk, ugye az egy nagyon nagy dolog volt. Mert egy kék, a... ha jól emlékszem. Hát kék, igen, kék volt, de ugye, mert, mert korábban volt egy piros, meg egy kék útlevél. A pirossal mehettél a baráti országokba, és Jugoszláviába külön ablakkal. A, a kékkel meg utazhattál ö, ö, külföldre, három évente, és azt hiszem valami lehet, hogy száz márkát is vehettél hivatalosan, amivel aztán messzire eljuthattál, de amikor ez a világútlevél bejött, hogy gyakorlatilag korlátozás nélkül utazhatsz, ami nem volt persze igaz, mert annyi korlátozás volt, hogy nagyon sok országa a vízum kötelezettség volt, tehát például Svájcba is vizum kellett, csak hogy mondjak valamit. Tehát amikor ez a világútlevél bejött, annak én nagyon örültem, mert hogy én szerettem utazni, és, és, ez, ez kiintotta úgy a világot, és akkor én, én Svájcba kezdtem el járni, mert volt, egy, volt ott egy ismerős, aki autószerelő, autókaroszéről lakatosként dolgozott, és, és mondta, hogy mennyire filére kér lehet Svájcban autókat venni, ami valóban így is volt. És, de hát itt, tehát itt gyakorlatilag uh, uh, volt egy, volt egy uh, vállalkozó, egy sváj, echte svájci, akinek az volt, a, az volt a biznisze, hogy az autószervizekből összeszedte azokat a kocsikat, amiket a svájciak ott már a szervizbe, és vettek helyette újat. És uh, Svájcban úgy volt, hogy uh, talán 8 éves kor után már, vagy 9 éves kor után már olyan szigorú műszaki vizsga volt, hogy az autóknak a nagy része svájci 8 éves autó, már nem ment át a vizsgán, mert nem tudom bevitték egy sötét szobába és megnézték, hogy milyen fényereje van a lámpájának, meg megnyomtad a dudát, hogy hány decibellel szól, meg mit tudom én, mindegy macerás volt, tehát próbálták rákényszeríteni az embereket arra, hogy a nyolc éves autójuk helyett vegyenek újat. És ennek az embernek az volt a biznisze, hogy ezeket a kocsikat összeszedte, és ö, ö, volt egy telephelye, ahol árulta őket, a leges, 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 legdrágább autó, amit én ott láttam, az 300 svájci frank volt, de az átlagár az 20 és 50 frank között mozgott. És amiket ö, ö, a héten nem tudott eladni, akkor mindig hétfőn ő zárva volt, és hétfőn jött egy ilyen, nagy kamion, amin saját markoló volt, és az megfogta ezeket a 8-9 éves el nem adott, vagy 10 éves, vagy akárhány éves autókat, és ezeket az el nem adott autókat így belemarkolt, főtette a platóra, kicsit meglapítgatta, és vitték gondolom beolvasztani, de ugye az öreg az rafinált volt, tehát előtte kivette belőle az akkumulátort, levette róla a négy kereket, és leengedte az üzemanyagot. Ennek azért volt jelentősége, mert amit megvettél, azt megvehetted tőle úgy, hogy tele volt tankolva, olcsóban, mint a kúton, mert az az üzemanyag, amit tőle engedett a kocsikból, az ugye nem vészel, csak átalakul. Meg tudtál venni hozzá, mit tudom én, ha kellett egy garnitúra másik felnit, vagy ha szar volt, az axi hopp volt akkumulátor, sőt, lemelegítette az első szélvédőről, a Svájcban úgy tudott használni az autópályákat, hogy egy éves matrica van. Igen. És ugye, ha érvényes, tehát az adott évre való matrica volt a, a kocsi, akkor lemelegítette a szélvédőről a matricát, és ha te olyan autót vettél, ami éppen nem volt, akkor neked nem kellett 30 frankért megvenni a, a matricát, hanem adtál egy tízest az öregnek, és már kaptad is a, az autópálya matricát, ami nem autóra szólt, hanem az csak egy matrica volt, amit fölnyaltál a szélvédőüvegre. Tehát egy biztos nem echte svájci volt egyébként, mert szerintem ezt egy echte svájci nem, nem csinálna ilyet, de így ez így nekünk ilyen kelet-európai izé, ilyen vadembereknek ez egy tök jó történet volt, mert hát nyilván sporoltál 20 frankot mondjuk egy autópályamatricán, ami hogyha sokat vett, sokszor vásároltál, sokszor 20 frank az nem rossz. Tehát én nem Amerikával kezdtem, hanem én Svájcból hoztam ezeket, a, ezeket az autókat, és és uh, annyira, tényleg annyira fillérekbe kerültek ezek akkor kint, hogy ilyen nagy hetes kamion hozta mindig, uh, zuglóba, és tisztán emlékszem rá, hogy akkor volt már ilyen lehetőség, hogy helyszíni vámkezelés, ami azt jelentette, hogy kijött a vámos a ő utca és a nem tudom akármilyen utca sarkára, megállt a hetes kamion, levettük róla a kocsikat, a vámos ott a helyszínen lepecsételte a, a, vámpapírokat, meg mit tudom én, hogy hogy kellett ezt kifizetni, mert azt nem hiszem, hogy ott neki kell odaadni, erre már nem emlékszem, de az utca másik oldalán ott állt a tömeg, aki várta, hogy az autókat magá, magáévá tegye, mert mindenki a zsiguliát, meg a dácsiáját, meg a nem tudom, ugye a nyugati autóra akarta, a nyugati autóra akarta cserélni. Erről Erről az időszakról amúgy a becsületes is tök jó sztoriai vannak, és nagyon egybevág, amit mondtok, hogy ő is azt mondta, hogy, hogy volt, hogy hozták az autót, és még menet közben ráalkudtak, hogy, hogy ez nekem kell. Igen, meg rá, meg rá, licitáltak, érted? Tehát, hogy mit tudom én, mondtál egy összeget, hogy ennyibe kerül, érted? És akkor ezt ott meghallották, és konkrétan, mint annak idején a Röppentyi utcába, hogy, 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 hogy izé kiad érte többet, tehát, hogy ilyen licit alakult ki rá. És szerintem egyébként annyi pénzt jó az életben, olyan kicsi befektetéssel már nem lehet keresni, mint ez, a, mint ez a svájci időszak volt, mert mondom konkrétan megállt a tréler, lekerültek róla az autók, akkor még egy órát várni kellett mondjuk, mire az összes papírmunka elkészült, levámolódott, érted, és onnan már az emberek, tehát még telephely se kellett, mert az utca sarokról konkrétan a hét autóból hetet elvittek az emberek. És akkor hát támadt egy ötletem, hogy Miért kéne nekem ezt az egész macerát csinálni, hogy én hazahozom ezeket az autókat? És akkor és, 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 Zürich egy, Zürichnek egy elővárosába, Sprejtenbakba volt egy ilyen, hát ilyen hasonló telep, mint ez itt, csak egy kicsit rendezettebb volt, hát svájci Sváci. mérték, igen, kicsit rendezettebb volt, és akkor az volt a napi feladat, hogy elmentünk ennek a szervizből elhozom autót 20-30-50 frankos embernek a telephelyére ami onnan három kilométer volt tehát nem volt egy megerőrtető történet. Ott összevásároltuk az autókat levittük a, a mi telepünkre és innen Magyarországról egy, fel, meg felfogadtam egy srácot már nem tudom milyen autója volt és tele a vevő jelöltekkel a kocsiját, ami azt jelentette, hogy Budapestről öt személlyel jöttek mindig, és akkor ott megvették az emberek a kocsikat, és akkor nekem nem kellett addig sem pénzt tartani benne, amíg ez eljön Magyarországra, és akkor mindenki intézte magát. Használt autó autoturizmus. Igen, használt autoturizmus volt, igen, és akkor, de jó szolgáltatással, mert konkrétan kiautóztattam a, a vevőjelölteket a telepre, utána én elmentem a megfelelő helyre Czürikbe, kiváltottam az ideiglenes rendszámot, a biztosítást, a minden bánatot elintéztem. Nem hagytam őket magukra? Nem hagytam őket magukra, tehát ők kiválasztották a kocsit, kifizették, én kiváltottam a rendszám, biztosítás, autópályamatrica természetesen, és a többi, és a többi, és utána ők beültek a kocsikba, és akkor mindenki hozta hazának, haza magának. És akkor ez, akkor ez egy újdonság volt ez a Svájc, egyáltalán ez az az autó behozottal ez egy új dolog volt Magyarországon, meg hát jó volt ugye, mert hát egy csomó mindenféle autóba be tudtál ülni, meg nem tudom, meg Svájcban egyébként elég sok amerikai autó volt annak idején, és akkor hát adtunk is el Oldsmobilt is, meg ezt-azt, tehát hogy olyan autókba ültél, ami egyébként itthon nem annyira volt. Nekem akkor egy Renault Fuyégom volt, én nem tudom, tudod de mi az. Igen, tudom. A Fuego Turbo, olyat még nem vezettem. Igen, az 1.6-os Turbo. Nekem volt egy ezüstszínű 1.6-os turbóm is, de azt nem szerettem. Előtte meg egy két literes szívó, az egy aranyszínű volt, az viszonylag sokáig megvolt. Én azzal ingáztam Budapest és, Budapest Szüri között, és ahhoz fűződik az egyik rekordom is, hogy este 10 órakor a Várba, a Lovag utcából elindultunk egy autóversenyző barátommal, és kimentünk Zürichbe. elintéztük a dolgunkat, ő beleült ott egy nem tudom mibe, amit hazahozott, és azzal a seggel vissza is jöttünk, tehát egy, egy, Budapest, Zürich Budapestet, azt megcsináltunk gyakorlatilag megállás nélkül, ami hát egy több mint 2000 kilométeres történet, ilyen Moszkva magassága, és egy darabig ment ez a Svájc, és akkor egyre többen kezdtek Svájcba járni, és akkor úgy gondoltam, hogy ezen változtatni kéne, és akkor áttettük a székhelyünket Olaszországba, aminek volt nagyon sok hozadéka volt, mert eleve az olasz emberek sokkal kedvesebbek, mint a svájciak, ráadásul lazábbak is, jobb a kaja is, úgyhogy az éghajlat is, tehát igazándiból nem tudtam volna hátrányt mondani, és akkor rohadtul mentek itthon ezek a Fiat Uno, Fiat Regatta, nem tudom, ezek az autók, dízelek leginkább, és akkor elkezdtük ezeket hozni Olaszországból, és amikor már Olaszországba is sokan kezdtek járni, de még Amerikába nem jártak az emberek autóért, akkor kezdtem el én Amerikával foglalkozni, és akkor onnan jött ez a történet, hogy, hogy a, hogy, a, behozatal, tehát hogy a konténerezés, meg a nem tudom, de hát nem csak autót, mert nagyon, tehát a mai napig van nagyon sok ember, hogy mit tudom én, vesz egy mondjuk az Egyesült Államokba, és utólag gondol bele, hogy oké, okay, hát most megvettem a jacuzzi, de hát hogy az majd hogy fog hazajönni. És akkor, és akkor indult el ez, a, akkor indult el ez a, az amerikai vonal. Az amerikai vonalat tényleg kifejtettük nagyon alaposan a másik podcastben, és ugye a motorokról már beszéltünk, de beszéljünk egy kicsit az autókról. nagyjából meg tudod satszolni, hogy nagyságrendileg hány autód volt? Nem. Egyáltalán nem. Tehát a, a nagyon korai ö, darabokra, azokra emlékszem, még talán a rendszám töredékekre is emlékszem, de de hogy, hogy összességében effektív olyan autó, amit én használtam személyesen, hogy, ebb, hogy ebből hány volt, egyszerűen nem, gőz, nem tudom, nagyságról. Akkor maradjunk szem. az érdekesebb. Több abban, tucat. Mik, azok, mik azokra, amikre egy a mai napig vissza tudsz emlékezni, hogy azt az úristenet ilyen autóm is volt? Hát, nekem mindig szép emlék marad. A, a, ugye én egy 120-as kodával kezdtem el taxizni, abból volt. E, hát, mondjuk két és fél. Azért két és fél, mert a, a, az, az egyiket azt e, egy IFA teherautó a 13. kerületben e, nem adott elsőbséget, és belement a jobb oldalába, és káros lett, és kasznit cseréltünk rajta, akkor létezett ilyen, hogy vettél a az üzletbe egy új karosszériát, és a szerviz átépítette. Tehát volt akkor, tehát ez a két és fél, két és fél Skodám volt, ezekre emlékszem, mert ugye, hogy az első, de a leges legelső autóm, az egy zaporozsec volt, akkor még távirat voltam, és azért vettem autót a motorom mellé, mert hogy jártunk futballmérkőzésekre, amire ma már nem vagyok annyira, nem vagyok annyira büszke, de jártunk futballmérkőzésekre, és ezzel jártunk a haverokkal, és ez egy zöld a fekete színben pompázó zaporozsec volt, ami a 80-as évek elején 5000 forintba került, ami akkor sem volt már egy, egy autóért, nem volt egy horrorizisztikus összeg, ennek megfelelő volt a műszaki állapota, tehát simán mentél a Dózsa György úton, és mivel feltűnő volt az autó, hogy ennyire tarka-barka, mindig néztek és ahogy mentél, mentél láttad, hogy megy melletted valaki, és rohadtul nézi a kocsit, és így hirtelen elrántottál egy teljes fordulatot a kormányt jobbra vagy balra, és az autó tovább ment egyenesen, mert ilyen, ilyen holtjáték volt a, a futóműben, meg hát szóval, na ilyen, tehát az volt a legeslegelső autóm, és nyilván az első autójára egyébként általában szerintem mindenki emlékszik, és akkor utána jöttek a Skodák, aztán jött ez az ominózus 123-as, 200-as dízel Mercedes. Oh, hogy ez 200D volt? Ez 200D, igen. De mivel, mivel azt gondoltam, hogy a hegemóniámat biztosítani kéne a sztárok fuvarozása kapcsán, ezért amikor megengedhettem magamnak, akkor hát tudom, hogy minden Mercedes, amit leadott a a párt, az mindegyik a kádárnak volt az autója, az enyém szerintem nem volt, nem volt az, mert nem 450-es volt, hanem 350-es, de az az amerikai lökhájtó 116-os V8-as, 350-es fekete. A korabeli s a, a korabeli s Igen, így igen, így igen. A, a korabeli s Vagy talán az volt az első S. Már, már s nevezték? Hát nem tudom, de 116, mindegy, 16, a 26-os 26, előtti, igen. 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 Tehát a 108, 109 és a 126 között volt ez a ez a ez, ez ez olyan régi volt. volt. Még igen. nagyon hasonlított vonalaiban a. Igen, tehát ezen még krom, kromozott volt a kilincs, vagy nem kromozott, miket mondok? krom, krom kilincs volt rajta. Krom és kromlökhárító, igen, az ablaktörlő lapátok is fényesek voltak, kromtükör és a többi, és a többi. Na, és ezzel bővítettem a, a járműparkot, mert hogy ez már légkondicionált volt, és a többi, és a többi, és hát ez úgy jobban megfelelt a. a Profil, a sztároknak. A, igen, tehát ez így jobban megfelelt, ráadásul ugye hát azért a 200 dére mindenki azt mondja, hogy szeme van az emelkedőhöz, ami egyébként igaz, és, és télen mondjuk, a, ha bizonyos kilométer már volt benne, akkor azért nem árt, hogyha lejtős utcában parkolsz. Én ugye a 13. keretben laktam a Szent István Park környékén, de én mindig a Rom, télen mindig a utcában parkolt az autó, mert ott lejt az út, és akkor Betűntjük biztos úgy volt az, az indítás. Úgyhogy, tehát ugye már a 116-ossal ezek a dolgok nem voltak, ráadásul lépést tudott tartani az akkori rendőrmotorokkal, úgyhogy nagyon élvezetesen lehetett vele közlekedni. Tehát, hogy akkor, tehát a Skodák után ugye volt a 23-as, aztán volt a, volt a 116-os, és akkor a 116-os után abból volt kettő, tehát volt volt egyszer egy, ami még sima volt, de az is pártgarázsos volt, csak az egy korábbi modell volt, és akkor volt egy amerikai lökhájtos, 116-os, és ezek után igazándiból még egy autó van, amire konkrétan így kronológiaig emlékszem rá, az a ominózus BMW, amivel a Moszkvába, a Moszkvába járós BMW, és utána elvesztettem a fonalat a fújégó, meg ízét, csak nem tudom, hogy mi, mik voltak közte, meg utána, meg nem tudom, de hogy, hogy így. De amit, amit, mindig szívesen felemlegetsz, és anekdota az róla a Tesztorossa. Vagyis hát a rossza és a TR, ami ugye két külön autó. Igen. Hogy ezek, ezek, ezek rendelésre hozott autók voltak, amik aztán nálad ragadtak, vagy ezek tényleg neked voltak ilyen, ilyen vágyott autóid, amit megvettél magadnak? Hát a, a TR az úgy került úgy Bocsánat, került. csak tegyük tisztába, mert igen. ugye van a Ferrari a rossza. Igen. Miami Vice, igen. Okaim fehér, stb. Igen. És ennek, egy, tükrös. egy tükrös. Nincs, jo nincs jobb visszapillantó tükör, igen. igen. és ennek volt ugye a nagyon komolyan átdolgozott kiadás, ami nagyon hasonlít. Hát de külsőre egy hasonlít. hasonlít. sokkal jobb igen. autó. Sokkal jobb autó, igen. A TR, az igen. A 12 TR. De annak is van egy nagyon nagy problémája egyébként a szervonékülisége. Mm. Az, az, az parkolásnál az borzalmas, tehát... Szóval, amikor úgy látják az emberek, mert ugye mindenki látja, amikor egy ilyen -e parkolsz, hát mert mindenki mai néz. Ma is UFO, igen. És azért látják, hogy ott birkozol a kenyérszervóval, azért az, tehát az szerintem azért nagy hiányossága volt, hogy nem volt benne szervó, de mindegy. A, a TR az úgy került hozzám, hogy volt egy ember, aki egy jó menő építési vállalkozó volt, és elhagyta a felesége, és úgy gondolta, hogy erre a problémára az a megoldás, hogy iszik. És konkrétan aztán ebbe halt bele, mert halára itta magát, és anyagi gondjai lettek, és a többi, és a többi, és az a papasznál ben volt a szalomba, a budafoki úton ez az autó, és én elmentem ott, ott megnéztem, és aztán egyszer csak fölhívott, hogy neki nagyon-nagyon sürgősen kell pénz és egy pofátlanul alacsony áron én azt meg tudtam venni és ez így került hozzám. Aztán én eladtam az autót Németországba és érdekes hogy a TR ami az átdolgozott tesztarossa gyakorlatilag az hamarabb volt mint a mint a Mert a, a testarossa az úgy került hozzám hogy volt egy ember aki Rolls royce, -Royce meg bentley meg ilyen veteránokat újított föl, és meghalt. És én ugyan voltam vele kapcsolatban, mert bármilyen hihetetlen léteznek a világon olyan helyek, ahol kimondott royce Royce bontó. Tehát, hogy... hogy, 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 hogy én Sose gondolkodtam azon, hogy mi lesz egy Rolls royce ha véget ér a... Ugyanaz, mint bármi mással. Ez, ez olyan furcsa vele gondolni, kicsit olyan, hogy épül fel a McDonald's, azt se tudod, csak mész és egyik nap ott van. Igen, hogy, hogy tűnik el egy Igen, igen, igen. de tehát a rolls nek ugyanaz lesz a sorsa, mint bármi másnak, hogyha összetörik, vagy hogyha eléri azt a kort, vagy mindegy, tehát előbb-utóbb bontóban végzi, és jó esetben, és ö, ö, én hoztam neki... Ö, konkrétan alkatrészeket Rolls-Royce-hoz, royce meg, meg Bentleyhez, mert például a, a Royce royce kornisokban, a, a kupékban, meg a nem tudom, hogy a Silver is így van-e, de például a kupéban ott konkrétan egy kristály, hát nem azt mondom, hogy csillár, de a belső világítás egy meccet kristály üveg, ami egy beszerezhetetlen alkatrész, és ebben a Rolls Royce, Royce bontóban oda mentem, és mondtam, hogy szeretnék egy ilyet. És a csávó kihozott egy dobozt, benne egyenként becsomagolva ezek a kristály világítótestek, és mondta, hogy válasszak de mondom, egy beszerezhetetlen alkatrész. Na mindegy, és a lényeg, a lényeg, hogy én hoztam neki alkat, vagy ezekhez a restaurál, tehát ő, amiket restaurált autók, csak Bentley-vel meg Royce-szal foglalkozott leginkább, és amikor meghalt, akkor a családja a, az autókat el akarta adni, és volt neki egy fekete tesztarosszája is, lamborghini meg mit tudom én, -e, minden, minden, mellett, és ezt a tesztarosszát megvette egy a családdal jó viszony tápoló kereskedő ismerősöm, és ő, ő fölhívott, hogy esetleg érdekele, és meg tudtunk egyezni, és én tőle, tőle vettem meg ezt a fekete tesztarosszát. Ez volt egyébként az egyetlen Ferrari, ami, amihez szoros közöm volt, és nem piros volt, mert én azt gondolom, hogy egy Ferrari az piros legyen eleve. Elég. Egy platformnak kerültél -e Michael jordan -nel. Igen, meg hát ugye, tudjuk, hogy a piros gyorsabb, úgyhogy, tehát, de ez fekete volt. Viszont ez volt a, ez volt a leggyorsabban eladott autó, mert föltettem hirdetni, és megjött egy ember, azt hiszem talán Belgiumból, és úgy jött meg, hogy trélerrel együtt, és a tréler is, tehát nem tette le egy benzinkúton, vagy valami, hogy odakurul az autójával, hanem trélerrel együtt érkezett meg a kocsiért, úgyhogy akkor rögtön éreztem, hogy itt már komoly alkú biztosan nem lesz, mert ha valaki elautozott Belgiumból egy trélerrel egy kocsiért, akkor gyakorlatilag ha nem engedsz egy filét, akkor is meg fogja venni, hogyha az autó nem szar, mert hát nyilván nem akar visszaszopódni a trélerrel. Egyszerűen úgyhogy csinálhatnánk egy adást az alkudozás művészetéről. Igen, én egyébként imádok, tehát a mai napig ismerősök megkeresnek, és megkérnek, hogy mondjuk menjek el velük, vagy mit tudom én, mert én, én szeretem, nem, nem, nem tehát nem azt gondolom, hogy nem pofátlannak kell lenni, vagy megsérteni, vagy nem tudom, de ennek az alkudozásnak van egy lélektana amúgy, meg egy technikája, amit, hogyha jól csinálsz, akkor hatékony tudsz lenni. Én szerint, én nem vagyok álszente, én szerintem jól csinálom. Egy kicsit akartam beszélni mindenképp a felelősségről, mert ez az autóbehozás, ez ugye egy külső szemlélőnek, ez mindig úgy tűnik, hogy ez, ez a világ legjobb biznisze. Lehet autózni, könnyen lehet nagy pénzt keresni, hasonlók. De Főleg akkor, amit előbb említettél, hogy, hogy egy ember, akinek nem feltétlenül akarod tudni, hogy honnan van a pénze, azt mondja neked, hogy tessék, itt van a pénz, és hogy hozni kéne egy Vipert Amerikából, vagy egy Rosszát Olaszországból. Szóval, hogy ez azért egy elég komoly stresszfaktor. Hogy lehet ezt kezelni, és meddig tart, amíg az emberhez hozzászokik? Egyetlen hozzá lehet ehhez szokni? Hát először is reagálva arra, amit mondasz, nagy pénzt már szerintem nem lehet vele keresni. Uh... Hát mondjuk a 90-es években. Igen, hát tehát régen ez úgy működött, hogy kis befektetéssel tudtál sok pénzt csinálni, mert ugye vetted Svájcba gyakorlatilag gombokért az autót, és itthon rögtön eladtad. Ma már nagyon sok pénzt kell beletenni, sokkal kisebb, sokkal kisebb haszonért, és és ami régen elképzelhetetlen volt, amikor ez az egész dolog kezdődött, ugye az emberek akkor készpénzért vásároltak autót, ma meg mindenki be akar számítatni valamit, nem feltétlenül járművet egyébként, lehet, hogy használt videókazettát, vagy most tök mindegy, érted? De te ugye effektív készpénzért vetted meg, és akkor még szutyoghatsz a, a beszámított dolognak az eladásával is, de azok, akik ezeket a drága dolgokat megengedhetik maguknak, hogy vegyenek, azért azok nem a Kompromisszum készségükről híresek. És hogyha ilyen embernek hozol valamit, akkor ez ugyanolyan, mint, mint az oroszokkal üzletelni, hogy be kell tartani, hogy csak, csak olyan dolgokat szabad elvállalni, mert egyébként egészségtelen, hogyha mást is elválasz, amit valóban meg tudsz csinálni, és, és a megállapodás minden részét be kell tartanod. Nekem az a tapasztalatom, hogyha ezt megteszed, akkor igazándiból ők is problémamentesek. Hát, ha nem teszed meg, akkor nem, azzal nincsen tapasztalatom, mert olyat nem csináltam, de, de gondolom, hogy az, 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 nem, nem, olyan, az nem olyan, Igen, de biztos vannak olyanok, akiknek volt ilyen tapasztalatuk, csak már nem lehet őket megkérdezni. Tehát, Tehát eddig, egészen addig tart a stressz, amíg mert azért nyilván az abszem a ott van a fenekedben, mert ha történik valami, és a többi, és a többi, Tehát ez egészen addig szerintem stresszes, amíg, amíg át nem adod a, a hőn tárgyat a, a, megrendelőnek, és ezen nem változtat az, hogy már eladtál nekik 5-6-8-at, nem tudom mennyit, mert ettől még nem lesznek jobban kompromisszumkészek. Vagy amikor, mit tudom én, hozol a kontikárnak például autót. Ó, igen. A kontikár nem összekeverendő a csontikárral? Nem. Tehát amikor a kontikárnak hozol, hozol autót. Bocsánat, csak hogy egy picit tisztában igen? legyenek a esetleg 90 után született hallgatók. Ugye ez a kontikár, ez volt érintett a. Uh -huh. Jaj, jaj, jaj. Bezsényítom csúnyán fog nézni rám. Prisztás? Hát én nem hiszem, hogy a Prisztáshoz nekik nekik nem. egyébként közük lett volna. Pedig még mennyit olvastam is a témában, de hogy az a lényeg, hogy a, a magyar alvilági körökben a Kontikár az egy... Hát aki, aki annak idején az éjszakában számított, az a Kontikártól vásárolt autót. Igen. Tehát... Én is hoztam nekik annak idején a 140-es Bálna mercedesek, amikor kijöttek. Ugye ez egy státuszszimbólum volt. Hogy és hogy nem 140-es Bálna. Mercedes. Igen, és konkrétan rajta volt minden autón a céltábla, ha nem is valóságban, de a hogy célkereszt. a célkereszt az, tehát, hogy rajta volt. És annak idején ezeket nem lehetett dízelben kapni uh -huh. Európában, és ezért Amerikából kellett hozni. Nem, nem, nem értem. Tehát én azt gondolom, hogy a Prestige az ugye a sok hengeres nagyokor. Minimum 8, inkább 12. Igen, de nem is nekik adták el a, a dízeleket, de, de a Kontikárban uh, vásároltak olyanok is, akik... Uh, mondjuk nem az éjszakai életből ö, szerezték a, a, pénzüket, és ott volt rá igény, hogy valaki ö, mondjuk vett egy 140-es mercit, de Nem Igen, és hát nem is elsősorban a nem gondolom, hogy a fogyasztás miatt, nem, minden, nem tudom miért, de, de, volt rá, de ugye ezt nem lehetett megoldani, ami nekem jó volt, hogy nem lehetett megoldani, mert ugye én meg meg tudtam oldani, és hoztam Amerikából, amiből aztán rohadt nagy botrányok lettek. Amúgy a, a magyarországi vezérképviselet nagyon ki volt rám akadva, és én ott teljesen ilyen nem kívánatos személy lettem. Tudnyílik, ezeket hivatalosan Amerikában nem adták el külföldre. De ha megvette egy amerikai, és úgy döntött, hogy ment vele öt mérföldet, hogy ez neki mégse jött be, utána ő annak adta el, akinek akarta. És de minden egyes autó, amikor megjött, mindegyik problémás volt. Nem nagy gondok, de mondjuk szar volt benne az akkumulátor, vagy a piperetükröt hátul nem tudtad fölhajtani, vagy nem tudom. És mivel ezek új kocsik voltak, és garanciális volt, és mindegy, hogy a, a akkori Mercedes vezérképviselet mit mondott, hogy ez nem garanciális, mert ezt itt nem lehet kapni, de az garanciális, mert arra, arra az első egy-két, nem tudom évben, arra világgarancia van. És én teljesen pofátlan módon ezeket oda be is vittem. És érvényesítettem és a garanciát. Az elején ez úgy működött, hogy erősködtek és kiszámlázták nekem a javításokat, de miután stuttgart folytattam beszélgetést, ezek után már nem kellett kifizetnem, és azt a pénzt is, amit kifizettem, visszakaptam, de nem voltam egy népszerű embere egy idő után a, a Kárpát utcában. Te voltál az akadékoskodó? Én voltam, hát igen, de nekem, nekem ott múltam van, mert még a 116-os Mercedes kapcsán bevittem egyszer, nem is tudom, olajcsere, meg légszűrőcsere, meg mit tudom én, és kész lett az autó, hozták a számlát, és a számlán három darab légszűrő volt fölírva. És mondtam a munkafelvevőnek, hogy hát ne haragudjon, de ha megmutatja, hogy hova szereltek be három darab légszűrőt, én természetesen minden további nélkül kifizetem, mert elhiszem, hogy ez egy olyan komoly szerkezet, amiben több lépcsős a légszűrés, tehát nincs ezzel probléma, csak azért szeretném látni, hogy hol van benne. Az egyet tudok, hogy hol van, de a másik kettő az hol van és hát innen datálódott az én kapcsolatom, de nekem a Kárpát utcában egyébként nagyon-nagyon-nagyon alacsony a vevőszámom, tehát én nagyon az elejétől voltam ott. Na mindegy, ennek ellenére nem voltam egy, nem voltam egy népszerű ember, és, és aztán ezek a, ezek a dízelek ezek megalapozták a közutálatot ott nálam. Akkor egy ott valami vezető ember egy volt keletnémet német volt, és én konkrétan lebocskoroztam, meg strandpapucsoztam, meg nem tudom őt így egy ilyen vita kapcsán, hogy ez most garanciális, nem garanciális, és akkor én ott ilyen teljes tiltólistás lettem, na mindegy is. Tehát visszatérve a kérdésedre, tehát amikor mondjuk a kontikárnak hozol autót, azért jó, hogyha ha flottul mennek, a, flottul mennek a dolgok, de mondom, ezt így mindenkire elmondhatom egyébként, akiről sejted, hogy, hogy problémás lehet, viszont ha, ha a te életszemléleted olyan, hogy nem vered át az embereket, és hogy csak azt vállalod, amit meg tudsz oldani, meg korrekt vagy, meg betartod, meg nem tudom, akkor szerintem nem volt velük probléma. Nekem ez a tapasztalatom egyébként. Ez a mentalitás vitt el végül akkor a K.O.-hoz. Hát ez a igen, ez így. mert hogy, hogy szintén készült egy Igen, mert hát ahogy ott épp elmondtam, épp. ott is az volt, hogy én megbeszéltem azt, hogy ez mehete, azokkal az emberekkel, akikkel ezt meg kellett beszélni, és utána minden egyes olyan dolgot, amit én mondtam, az, az úgy valósult meg, ahogy én mondtam, a dudát leszámítva. <laughs> Igen, úgy de szerették azt az adást, tényleg belinkeljük ide, nézzétek, meghallgassátok meg, mindenképpen érdemes. És hogy most így, hogy lassacskán elérkezünk a végéhez. Uh, ahogy így visszanézel, mondtad, hogy nagyon sokszor volt szerencséd, és hogy általában ez ez sodort így a, a jó irányba. Melyik az a része, ami hiányzik? Van egyáltalán olyan, vagy te úgy döntötted, hogy mindent azért hagytál abba, mint a taxizást, hogy köszönöm szépen, elég volt? Hát... Uh... Így, így autózással kapcsolatban igazándiból nem. Én nem tudok olyan dolgot mondani, ami ami vagy a járművekkel kapcsolatban, amire azt érezném, hogy, hogy hiányzik. Vannak olyan járművek, amik mondjuk rajta lennének a bakancslistámon, meg mindig készülnek olyanok, amik rajta lennének a bakancslistámon, hogy szeretnék a közelébe kerülni. Sajnos szerintem ez már nem fog, nem fog, megvalósulni, de, de úgy érzem, hogy, hogy egyébként ebben a, ebben a dologban, amit, amit, úgy egy átlag ember elérhet, vagy nem tudom, amennyire kikupálódhat ebben a történetben, vagy amilyen kapcsolatrendszert ki tud alakítani, azt én szerintem én kimaxoltam, azt kipipálhatom. Úgyhogy, úgyhogy nincsen. Meg, 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 az autó, autó kapcsán egyébként mert sok emberrel megismerkedtem, és vannak olyanok, akik, akikhez ezáltal köt barátság, például a főnököd, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy az emberi kapcsolatok terén is én ezt abszolút pozitívnak gondolom, mert a nők, a pia, az autó, meg a vadászat, az szerintem az, az, az ilyen nagyon-nagyon kapcsolatépítő. Dolog a dolog az életben. És az, ahol most tartasz, nem tudom, mondhatjuk ezt korai nyugdíjas éveknek? Hát igen, mondjuk most már ugye 60 pluszos vagyok, még, még nem nyugdíjas, de, de 60 pluszos vagyok, hát már a B-oldal B forog erősen, úgyhogy egészen biztosan már több van mögöttem, mint előttem. Igen? Nem, nem is erre a részére akartam kifuttatni, hanem ez, ez a mostani állapot, ez most egy ilyen vágyott cél volt, vagy esetleg a, nem. Az, a, az, a, az, a rengeteg, az a rengeteg körülmény, ami alakította a sorsod, az így valamilyen szinten kényszerűen sodort ide? A mostani állapot az nem a vágyott állapot. Azért nem a vágyott állapot, mert hogy sokkal kevesebbet tudok dolgozni a körülmények miatt, mint amennyit szívesen dolgoznék. E mert ugye, ahogy itthon megnehezettek a dolgok, amiről már beszéltünk, a szállítás, a forgalomba helyezés, a, a beszerzés. A... Igen, tehát ez az egész autókkal való foglalkozás, ez sokkal sokkal jobban megnehezült, meg hát nyilván a gazdasági helyzet is olyan, hogy sokkal kevesebb ember engedheti meg magának, hogy mit tudom én, 60-80 méteres jaktokkal hajózzon, meg nem tudom, meg még meg, bakal meg, ilyenek, tehát hogy, hogy, hogy ez a kör ez szűkült, és én nem is vagyok benne ebben a körben, aki ezeket a dolgokat ellátná, járművekkel, vagy mit az a semmiféle ilyen kapcsolatom nincsen. Tehát, hogy én sokkal, sokkal kevesebb tennivalom van, mint amennyit szívesen megcsinálnék. Természetesen mindig vannak új ötleteim, most is van új elképzelésem, hogy milyen irányba kéne elindulni, és ezt, ezt majd meg is akarom rövidesen valósítani, amitől remélem, hogy, hogy sokkal több tennivalom lesz, mert, mert nem érzem magam, tehát nem érzem azt, hogy nekem mostantól fotelbe kéne ülnem és tévét néznem, vagy nem tudom. a tétlenség az nem vág. A tétlen, igen, mert, mert én, mert én Pont azért, mert hogy szeretem ezeket a, ezeket a vasakat, tehát hogy én nekem ez. Én szívesen foglalkoznék vele a továbbiakban is, és, és, és mindig töröm a, a fejemet az új lehetőségeken, és talán most megint látok majd egy, egy piaci rést, amit ha tudok, akkor megpróbálok betölteni. Úgyhogy úgy, a jelenlegi, jelenlegi állapottal nem vagyok elégedett válaszolva a kérdésedre, de bízom benne, hogy hamarosan több elfoglaltságom lesz. És ugye föl, fölhívsz, hogy, izé, hogy mikor tudnánk leülni beszélgetni, akkor meg kéne nézni a határidő naplomat, és nem tudom, két és fél hónap múlva lenne benne szabad időpont, az nem lenne rossz, de hát nyilván ugye a, neked van annyi benfenteséget, hogy ez veled ugye nem fordulhat elő, de, de hogy szeretném, hogyha, sok, hogyha tehát nagyságrendileg több teendő lenne. Olyan léptékű dologra, ami mondjuk tényleg így világ színvonalon is jelentős, mint mondjuk a KU-80, KU-860, annak az átépítése, annak a koordinálása, megszervezése. Arra még vágysz, olyan még lesz, mert ugye azt mondtad a podcastben, amikor erről beszélgettünk, hogy alapvetően szívesen nekiállnál, de hogy a szakembergárda nem biztos, hogy most már rendelkezésre áll hozzá. De hát, ilyenre még van? Hogy... Hát figy figyelj, Igazándiból most van két megkeresésem, így átépítés kapcsán. Az egyik szerintem komoly, a másik az, az lehet, hozás. hogy az csak ilyen kicsit ilyen kostolgatós, vagy ilyen vágyálom kategóriás történet, de még, még csak a kevésbé komolynak tűnővel találkoztam személyesen, de hamarosan fog találkozni a másikkal is, aki komolyabbnak tűnik. És miután leültem vele beszélni, utána természetesen a még felelhető emberekkel is leülök beszélni, hogy ezt elvállalhatjuk-e vagy sem, hogy, hogy ha, ha, ha azt látom, hogy reális esélye van annak, hogy meg tudjam valósítani azt, amit. A, az illető szeretne, akkor természetesen szívesen megcsinálom, de hogyha úgy érzem, hogy ennek a személyi feltételei nem adottak, akkor, akkor nem. De foglalkoznék vele egyébként szívesen, amúgy. Meg, meg, meg eleve én, tehát én, szeretem a kihívásokat, tehát hogyha, mit tudom én, műhjemből kell hazaszállítani egy autót, az nem akkor a kihívás de ha mondjuk Norvégiából kell elhozni a sarkörön túlról, akkor, akkor az megmozgatja a fantáziámat, hogy azt, hogy, azt hogy lehet megoldani. Vagy hogyha van egy veterán autó, amit, ez egy élő példa egyébként, hogyha van egy veterán autó, amiről kitalálta a tulajdonosa, hogy ő szeretne belőle egy elektromos autót csinálni, és ezt meg is valósította, anélkül egyébként, hogy ezt előre megbeszéltük volna, elvitte Németországba, és ott valóban elektromos autó lett, de hát ugye aztán szeretném most, ha újra Magyarországon ezt tudná használni. Tehát, hogyha ilyen dolgok vannak, meg ilyen dolgok megtalálnak, akkor ezzel nagyon szívesen foglalkozom, meg foglalkoznék, mert hogy, mert hogy ezek, a, ezek a kihívásos történetek, ezek, mindig megmozgatják az ember fantáziáját, meg jót tesz az agyadnak, mert nem lustulsz el. De azt mindig elmondod, hogy azért a bürokráciával vannak fenntartásai, de furcsa módon mégis élvezed azt, hogy be birkózni a disznóval a sárba. Hát igen, és hát most az, hogy élvezem, az túlzás, de, de, amikor a, a hétmenetes mérkőzés végén jó nem kiütéssel, de pontozással nyerni tudsz esetleg, mert azért ez előfordul, azért az egy mindig, mindig jó érzés, hogy hogy mégiscsak a józanész időnként uh, tud diadalmaskodni. Legyen ez a végszó. Legyen. Szóval köszönöm ezt az egészet, hogy szerintem tök jó dumáltunk, aztán a lazanya verseny pedig meg kell rendeznünk, mert közeleg a szeptember is... Hogy nem tudom, hogy mi hogy lesz az autós vonatkozás, de majd valamit kitalálunk. Én, én tudod, mire gondoltam? Na. Én arra gondoltam, hogy csináljuk meg úgy a versenyt, hogy amikor e, megint lesz egy nyílt napotok, akkor mondjuk az első húsz jelentkező, ha vállalja, legyen ő a tesztközönség. A vaktesten. A vaktesten, megszervezzük, valahogy mindenki Úgyhogy nekem ez volt a gondolatom, de nyitott vagyok egyébként bármi más formátumban is erre. Mindenképpen megoldjuk, és jó. Köszönöm szépen, aztán még szerintem fogunk azért találkozni. Én is köszönöm.